Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Pécsváradi Televízió nézőit. Önök, ahogy azt már megszokhatták, élőadást láthatnak a Művelődési Ház emeleti klubjából az önkormányzat decemberi üléséről. Mielőtt az önkormányzat napirendi pontjairól beszélnék önöknek, kérem engedjék meg, és engedjék meg a képviselők is, hogy a Városi TV-nek csinálják szokás szerint egy kis reklámot. Legközelebb adással ezen a héten csütörtökön jelentkezünk, amikor a zeneiskola karácsonyi hangversenyéről láthatnak majd egy felvételről. Ez 19 óra 30-kor kerül majd adásba, és természetesen 17-én pénteken ismételni is fogjuk ezt az adást, ugyancsak 19 óra 30-kor. Ezt követően a két ünnep között december 28-án, 29-én és 30-án jelentkezünk egy-egy adással, ugyancsak szokás szerint a nyáron lezajlott várszínházi előadásokon készült felvételekből láthatnak majd egy csokoravalót, és 30-án természetesen ugyancsak szokás szerint a polgármesteri köszöntőre is majd sor kerül. Én azonban most hadd beszéljek a testület mai üléséről. 4 napirendi pont kerül ma az önkormányzat elé. Hát ahogy ez lenni szokott, ilyenkor évvége felett természetesen pénzügyek és költségvetés. Először az önkormányzat 2010. évi, 3.-4. évi pénzügyi beszámolóját fogja majd a testület megtárgyalni. Ezt követően a 2011. évi pénzügyi koncepció tárgyalására kerül sor. Majd ahogy az ilyenkor ugyancsak lenni szokott, a koncepcióhoz kapcsolódóan különböző pénzügyi tárgyú rendeleteket kell a testületnek módosítani. Hát ez váraton zsebünkbe vágóan majd különböző térítési díjak újra tárgyalását jelenti. A 4. napirendi pontban egy házi orvosi megbízási szerződés módosítása lesz a napirenden. Most azonban hadd köszöntsem a Pécsváradi képviselőtestületet, és átadnám a szót, illetve hát megkérem dr. Bíró Ferenc polgármesterat, hogy nyissa meg a testület ülését. Ja, hát nagy tisztelettel köszöntöm Pécsváradi képviselőtestületét és a televízió készülékek előtt az adásunkat figyelő pécsváradiakat. Az előbb ismertetett napirendi pontokon kívül ugyan nem jelzetten, de egyebek napirendi pontot szoktunk még beiktatni, és már is két fontosabb egyebekben sorra kerülő napirendi javaslatot ismertetnék. Az egyik, ez egy egyéni lakossági kérelem, a helyi terület rendezési tervünk módosítását igényelni. Ezt kiosztottuk kiosztásos anyagként. Ez két nappal ezelőtt érkezett, én úgy gondoltam, hogy megragadjuk a lehetőséget, és most megtárgyaljuk. A másik pedig az ügyeleti díjak módosítására érkezett kérelem, illetve hát ezt részben megtárgyalta a gazdasági bizottság is. Kérdezem képviselőtársaimat, az egyebek napirendi pontban kívánnak-e napirendre venni egyéb mást is? Tervezett napi rendi pontokon kívül. Igen, parancsolj, Györgyi. A Gesztenyés úti ABC üzemeltetésével kapcsolatban. Igen. Ha nem, akkor kérdezem Pécsett képviselőtestületét, hogy ezekkel a kiegészítésekkel együtt elfogadják-e a mai napi rendet. Kérem most szavazni, aki elfogadja. Köszönöm, egyhangulag a képviselőtestület elfogadta. Engedjétek meg, mielőtt rátérnék erre, egy-két olyan dolgot ismertessek, ami az elmúlt időszak alatt tudjuk, hogy október 25-én volt utoljára ülés, ami történt és fontos, és esetleg nem mindenki tudja. November 25-én megalakult a Magyar Zarándokút Egyesület. A Zarándokút Egyesületnek tagja lett Pécsvárad, alapító tagja, és hát gyakorlatilag ez egy hosszú előkészítő munka után történt meg. Ennek parlamentben volt az alakuló ülése, és hát a lényeg az, hogy azt a módosítási javaslatot, amely az eredeti túra útvonalat érintette volna, tehát a Zarándok út útvonalát, az sikerült úgy módosítanunk, hogy Pécsvárad is, mint alternatív túra útvonal ebben benne van, sőt a skóciai Szent Margit túra az a Zarándok útnak része,
tehát mivel az Arándok utat rész egységekben is végig lehet járni, ez a túra szakasz, ez külön említésre kerül, és egy meghatározott időben kerül mindig majd megrendezésre, amelyik hát Pécsváradot éri el. Úgy gondolom, hogy ez turisztikai szempontból egy jelentős dolog, ez tulajdonképpen a Magyarország leghosszabb zarándokútja lett, illetve hát ennek számos olyan hozadéka lehet, amely a lelki útnál, tehát az a lelki nyereség, ami a zarándoklattal kapcsolatos, ezen kívül természetesen ennek megvannak a turisztikai és gazdasági hozadékai is. Novotny Ivánt bíztam meg azzal, hogy ezen rendszeresen képviselje magukat, és itt ezen a parlamenti ülésen egyébként három szakaszra osztották fel ezt a közel 300 kilométeres szakaszt, és a déli szakaszon lévő önkormányzatoknak a tulajdonképpen képviseltében alelnökké választottak. Ez Magyarország legnagyobb önkormányzati ilyen jellegű társulása egyébként, a részvevő önkormányzatok számát illetően. November 26-án, 27-én szintén egy tájékoztató volt Mária Gyüdön, amiben a püspökség is képviseltette magát, már a pécsi püspökség, és itt az egész zarándok útról, annak különböző állomásiról, lehetséges programokról folyt két napig egy tanácskozás, az első nap én képviseltem, másik nap Novotny Iván Pécsváradot. Befejeződött az önó tetőjavítása, teljesen új híjazatot kapott. Egyetlen egy kis szakasz van már csak vissza, amelyik gyakorlatilag még nem igényelte ezt a tetőjavítást. Ez egy 150 négyzetméter körülbelül, én bízom abban, hogy idén tudunk erre is forrást teremteni, és akkor megújult az egész gondozási központ. Igen. Az egész. Hát ebben az évben, hát ez végül is 120 négyzetméter, ebből is kb. 30-40 négyzetméterre van maradék cserép, viszonylag olcsó áron sikerült ez a javítás. Még egy fontos tájékoztatás, ami szintén érint bennünket, megalakult a Pannon EGTC, ez már régebben. Ez gyakorlatilag ez egy olyan társulás, amelyik a 2013 év utáni uniós fejlesztési forrásokat határozhatja meg. Ez egy határokon átívelő Horvátország, Szlovénia és Magyarország vesz részt benne, Pécs szervezésében, ennek az elnöke is Pécsi Páva Zsolt, és ennek tagja lett, alapító tagja Pécsvárad, eddig két ülése volt, az elmúlt héten volt éppen a másik, ahol tulajdonképpen véglegesítették a szervezeti működési szabályzatát. Ez azt a lehetőséget teremti meg, hogy határokon átívelő, akár várakkal kapcsolatos, vagy bármilyen, még egyelőre ennek a projekt elképzeléseit nem vázolták, de lehetőséget ad arra, hogy ilyen új jellegű a 2013 utáni uniós pályázatokra lehessen pályázni majd a térségünkből is, és hát természetesen ez bennünket érinthet éppen a műemlékek vagy a várak vonatkozásában. A mai napon még egy örvendetes hír történt, beadtuk véglegesen az iskola pályázathoz szükséges mindent, ami kell. Hát ez, hadd ne mondjam, hogy mennyi idegeskedéssel járt, ezt talán az AMK fő igazgatója tudná elmondani, de örömmel tudom már mondani, hogy mindent sikerült teljesíteni, és a mai nap bekerült a Vátihoz, ezzel teljesítettük a második és a harmadik mérföldkövet a projektfejlesztés vonatkozásában. A projektfejlesztés időszaka az, ami az első pályázat elnyerésétől majd a végleges szerződéskötésig zajló időszak. Most ehhez gyakorlatilag mindent teljesítettünk. Hátra vannak még, és mindjárt itt mondom el majd a közbeszerzési eljárások. Az első közbeszerzésnek az értékelése az megtörtént, és a kihirdetése az a pályázat, vagy a közbeszerzés értékelése az a mai napon történt meg. Tehát a kihirdetése az azt hiszem, hány napnak kell tenni? 5 napnak.
csütörtökön lehetséges, megkérdeztük ezeket a legrövidebb időpontokat. Sajnos akkor egy rendkívüli önkormányzati ülés kell összehívni egy rövid időre, ahogy az önkormányzat határozata kísérje ezt a közbeszerzést, és ebben az esetben folytatódik tovább. Ezt, mint tudjátok, ezt a kivitelezési tervekre vonatkozóan kellett kiírni. Benkő László esetleg majd a gazdasági bizottság beszámolójánál beszámolhat róla, mint a közbeszerzési bizottságnak a tagjaként, aki részt vett ezen a mai értékelésen. Más érdemleges, sok minden történt még, de a legfontosabb a számunkra az iskolapályázatnak a sikeres teljesítése, a projektfejlesztésnek. Akkor javasolnám, hogy térjünk át az első napi rendi pontra. Kérdés van-e még, ezt megkérdezem az elhangzottakkal kapcsolatban. Tájékoztató van. Ha nincs, akkor köszönöm szépen, akkor nézzük a harmadik negyedévi költségvetést. Itt megkérem majd a pénzügyi szakemberét az önkormányzatnak, Fullér Pétert, hogy segítsen majd. Az írásbeli kiküldött anyaghoz ő fűz majd szóbeli magyarázatot, és a gazdasági bizottság majd utána ismertetni fogja ennek kapcsán az állásfoglását. Akkor kérlek, Péter, hogy szóba egészíts ki, hogy közérthető legyen a harmadik negyedéves költségvetési beszámolónk. A harmadik negyedévet is messzebb indítanám, a 2010 évi költségvetés tervezésétől kezdve, mivel 2008-ban jött egy 350 milliós kötvénybevétel, ezért kicsit megváltoztatja az önkormányzat mozgásterét, mert vannak úgynevezett nem adott évi jelentkező bevételek. Tehát 2010 évnek úgy indítunk neki, hogy volt 849 milliós bevételünk, pénzforgalmi, és 211 milliós kiadásunk, amit úgy terveztünk, hogy 2010-ben fog ténylegesen befogyni, illetve akkor ténylegesen teljesíteni. És volt még 298 millió forintos pénzmaradványunk, ami a korábban említett kötvény kibocsátásból származik. Tehát itt igazából tényleges pénzforgalmi különbözet 62 millió forint volt, mínusz 62 millió, amiről indult az évi költségvetés. Ez fél évkor úgy nézett ki, hogy ez 48 millió 602 ezer forint volt, ez most 2013-ban 42 milliós tényleges kiadás és bevételi különbözet. De a költségvetésünk egyensúlyban van, köszönhetően annak, hogy a beruházásainkhoz igénybe tudjuk venni a fejlesztési célú kötvény pénzünket, ezért várhatóan év végéig a folyószámla hitelt nem kell igénybe venni a működéshez. És ezt kicsit most konkrétabban mondanám, tehát 2010 harmadik negyedévben teljesített ez évi bevételi kiadás, így mondom, akkor talán érhető. 752 milliós a bevételeink, és 794 millió a teljesített kiadás. Itt a helyi adóink, ami a legjelentősebb saját bevételi forrásunk, ez 129 millió forintot terveztük. Jelenleg a szeptemberi tájékoztató adata szerint 130 millió, ez a mai nappal, ez már 20 millióval több, mert az iparizási adó bevétel 103 millióról, jelenleg 120 millió forintra bővült, és itt még várható egy 5 millió forintos adó feltöltés december 20-áig. Tehát ez mindenképpen jó hír, hogy a helyi adóink így bővültek, helyi adó bevételeink. A működés célú pénzeszköz átvételek, nagy részt megjöttek azok a pályázati pénzek, amiket kifizettünk már az első fél évben, de még itt is jönnek bizonyos források még ebben a negyedik negyedévben is. Tehát úgy láttuk, hogy a bevételeink, amit terveztünk, be is jönnek, és van, ahol még voltak rendkívül bevételeink is. Így sikerült ez a 752 millió forintot teljesíteni a 3 évig. A kiadásoknál, a működési kiadásoknak 762 milliót terveztünk, jelenleg 605 millió forint kiadást teljesítettünk a 3 év végéig. Ez egy 77-78%-os kiadás jelent ez évben, pont hogy időrányosan ezek is teljesítve lettek, nem haladtuk túl az előjelentetokat. A fejlesztési kiadásainkat emelném még ki, ott 82 milliót terveztünk és 108 milliót teljesítettünk a 3 év végéig,
Ez igazából nagy részt a Gesztus utcai óvoda épület bővítése tette ki ebből 70 milliót, amihez majdnem teljes egészében igénybe tudtuk venni a kötvény bevételeinket. Azon kívül csak szinte pályati pénzekből történtek a fejlesztések, a Teki TU céde forrásokból, és voltak kisebb önerős beruházásaink is. És így lett három év végén ez a 794 millió forintos kiadást teljesítve. Még annyit elmondanék, hogy a kötvény pénzeink hogy állnak. 350 millió forintot indultunk, és így most három év végén még 205 millió forint áll rendelkezésünkre. Ez most már ez jelenleg 202 millió forint, de három év végén 215 millió forint volt. És 65.979.000 forintot hívtunk le 2010 év, 3 évig. Tehát ez az, ami egyensúlyba tartotta a költségvetést, az előző év pénzmaradvány. Nagy részt. Igazából ennyit szeretnék mondani előjelben, és akkor ha van kérdés van, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Azért ennél most már látszik a 2010 évi tekintette, hogy már december 10-e körül vagyunk, és az eddigi pénzforgalmi adatok szerint megkérdeztem, hogy körülbelül hogy látszik, hogy hol fog megállni, ugye most a 3-4 évi költségvetést tárgyaljuk, de mindig az év vége a legérdekesebb, és úgy néz ki, hogy tulajdonképpen ilyen 30, tehát egyensúlyba kerülhet a költségvetésünk. Tehát gyakorlatilag nulla lehet. Tehát nem fog folyószámlahitelt, nem kell fölvenni. Tehát nem kell fölvennünk folyószámlahitelt. Jó, köszönöm szépen a kiegészítést. Kérem a képviselőtestetet, kinek van kérdése. Ha kérdések nincs, akkor lehet véleményt mondani. Illetve én kérem a gazdasági bizottságot, hogy a gazdasági bizottságot elnöke Benkő László ismertesse a gazdasági bizottság állásfoglalását, vagy véleményét. 2011 vagy a 2010 évi harmadik negyed év, vagy első három negyed év pénzügyi beszámolójáról. De gyakorlatilag a gazdasági bizottság 8-án tartott egy bizottsági ülést, ahol tárgyalt a harmadik negyed évi beszámolót, és tulajdonképpen a gazdasági bizottság tudomásul vette a beszámolót, és elfogadásra javasolja a testület számára. Köszönöm szépen. Most akkor kérem, hogy kérdezzenek. Képviselőtársaim, parancsolj, Lia. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mennyibe került az önkormányzatnak a közfoglalkoztatás, ténylegesen az önkormányzatnak, hiszen látszanak itt mozgások, amik érkeztek a munkaidő központból. Látom, hogy jóval több közmunkást tudtunk foglalkoztatni, mint amennyi az így évelején látszott, ami örvendetes, de fontos az, hogy ez az önkormányzatnak ténylegesen mennyibe került. Péter, erre tud. Hát, igen, annyit tudom mondani, hogy a közfoglalkoztatás az 95%-ot támogatott, a közhasznú foglalkoztatás viszont attól függ, hogy mennyi sikerül. Tehát van 20%-os önrész, van 30, van 10, tehát összességében szerintem egy 15% körülbelül kellett hozzátennünk a béreknél. Azt kell tudni, hogy ezek minimál bérek voltak zömében a legtöbbnél, illetve hát egy-két esetben fordult elő szakmunkás bér. Összegszerűen nem tudom, hogy így külön megtalálható-e. Változó volt a közfoglalkoztatás, az év elején egy kicsit kevesebb, és az év végére akkor kihasználtunk minden olyan lehetőséget, amit Pécsett önkormányzata már megszavazott, mint keretet. Tehát tulajdonképpen teljes egészében kitöltöttük a keretet. Időnként változott, volt némi fluktuáció, igyekeztünk azokat, akik kiestek, azoknak a helyét feltölteni. Összegszerűen valahol 37 millió volt, ennek azt mondom, hogy 5-6 millió forint körül lehetett az önkormányzat önereje. Ez viszonylag nem sok pénz, ismerve azt, hogy milyen munkákat végeztek el. Ha csak a szakmunkákat nézzük, és nem nézzük azt, hogy folyamatosan a város karbantartásán nagy számú csapat dolgozott, illetve a különböző új létesítményeken, már a közterületi létesítményekre gondoltam, akkor is ez gyakorlatilag értékarányosan úgy gondolom, hogy nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy nem kellett
fix munka. Jól megnézzük, ez körülbelül 3 embernek, 5 millió forint, 3 embernek a bére és a járuléka, hogyha folyamatosan alkalmaztunk volna. Ehhez képest volt, amikor 70 fő volt, aki dolgozott, de általában véve 30-40 mindig közfoglalkoztatott. Még egy kérdésem lenne, köszönöm szépen, hogy mennyi a kintlevőségünk most. Tudunk erről. 20 millió forint körül összeg. 20. Tehát abban is értünk el némi eredményt, tehát az a behajtó cég, akit megbíztunk, az egy kicsit sikerült lefaragni abból az állandó adó kintlévőségeinkből elsősorban. További kérdések? Vélemények? Itt ennél a közmunkatémánál meg kell fogalmazni egy véleményt, hiszen nem találkoztunk egész novemberben, de a Minden Szentek tájékán, tehát nagyon nagy visszhangja volt a városban, meg az temetőbe ide látogató nempécsváradiak körében is, hogy nagyon szépen rendbe tették a közmunkások a temetőt, és folyamatosan gondozták, és ennek nagyon jó visszhangja volt, ezt meg kell említeni, és meg kell őket dicsérni. Köszönöm szépen, át fogom adni magam, és úgy gondolom, hogy egy-két esetben kiemelkedő munkát végeztek. Számos szakmunkát is el tudtunk végeztetni közmunkásokkal, így például a legutoljára a múzeumépületének a keleti oldalán lévő drénezést, ami egy viszonylag komoly szakmunka volt, ez szakértők irányítása mellett gyakorlatilag ezt is elvégezték, ez így együttesen már több millió forintos munka volt, csak önmagába véve ez, és hát még emellett számos olyan karbantartást, amik viszonylag sokba kerültek volna, hogyha ezeket a munkákat kiadjuk. Tehát jól ki tudtuk használni, azt tudom mondani, ezt a csapatot, és hát ahhoz képest, amilyen volt a munkamorál másfél évvel ezelőtt, ahhoz képest azért sokkal hatékonyabban is dolgoztak. Tehát lassan, ha ezt a foglalkoztatást tovább tudjuk folytatni, ami sajnos december 31-ével minden megszűnik, tehát a közhasznú is, a közcélú is, és a más egyéb pályázható ilyen jellegű munkaügyi támogatások, az nem azt jelenti, hogy jövő évben nem lesz, hanem még nem tudjuk pontosan, hogy hol, hogyan és milyen körülmények között lehet pályázni. Az első alkalommal meg fogjuk tenni, mert hiszen erre szükségünk van, nem csak az intézményeknek, mert ugye arról nem is beszéltünk, hogy az intézményekben azért jelentős számba tudtunk alkalmazni kisegítő munkaerőt, ami nagyon jó volt, mert így ezek hát nem kerültek Pécsáradnak fix státuszú emberek bérébe. Tehát ez kifejezetten költségvetés javító tétel volt ez esetben, ezért ez az 5-6 millió forint ez nem volt jelentős ellentétel. Jó, tehát mindenképpen pályázni fogunk rá, és én bízom abba, hogy ha ez még szervezettebben folyik, tehát meg tudjuk végre csinálni azt, amit tervezünk az igazi városgazdálkodási cégünket, akkor én úgy gondolom, hogy erre a jövőben is nagyon nagy szükségünk lesz. Jó? Köszönöm szépen, tovább. Igen, parancsolj. Én azt gondolom, hogy az elmúlt éveknek valóban talán az egyik legnagyobb sikere az a bizonyos közfoglalkoztatás, hogy ennyi embert sikerült bevonni olyan feladatok ellátásába, hogy hát egyéb iránt, hogyha ilyen színvonalon akarja az önkormányzat megcsatatni, nyilván nagyságrendeket több pénzbe került volna, ez mindenképpen nem csak szociális, hanem hát ilyen értelemben is egy rendkívül nagy pozitívum. A másik, hogy ugye a gazdasági bizottság elnöke mondta, hogy tulajdonképpen elfogadásra javasolja a bizottság ezt a beszámolót, hát olyan értelemben mindenképpen, és én is ezt fogom támogatni, hogy hát igen korrekt ez a beszámoló, tehát azt gondolom, hogy mindenki mindenfajta olyan információt, ami egyáltalán kiolvasható, vagy ki kell, hogy olvasható legyen egy ilyen beszámolóval, azt tartalmazza. Az valóban úgy van, hogy nyilván néhány intézkedés, meg néhány korábbi talán pályázatnak, vagy talán nem várt pénznek a befolyása a következtében az év elején gondolt, illetve évközben sokáig gondolt mínusz néhány 10 milliós forint folyó finanszírozási különbözet mégse realizálódik, tehát egy ilyen nulla körüli
tárgyévi finanszírozási egyenleg jön majd ki, ez mindenképpen egy örvendetes dolog és nagyon fontos. Azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy hát a kötvény felhasználásunk, amiről mindig azért párhuzamosan szó esik, hát ugye eljutott most már, ahogy hallottuk a pénzügyi vezetőtől 135 millió forintig, és hát nyilván ez részben 2010-es felhasználás, azt hiszem 70-valahány millió, vagy 60-valahány millió forint összegéig. Erre azért majd figyelni kell, és hát mindenképpen majd terhet jelent. Igaz, hogy hát sok évre elosztva, 18 vagy hány évre elosztva, 20 évre elosztva, de hát ez mindenképpen azért majd komoly terhet jelent. Tehát egyelőre ennyit kivárakoztam majd a 2014-ben. Köszönöm. Köszönöm szépen. A gazdasági bizottság úgy tudom, hogy azért áttekintette ezt is, hogy ez milyen terhet ró, és hát mindenképpen kalkuláljuk, illetve már ez évben megkezdtük tulajdonképpen a törlesztéseket is. Én bízom benne, hogy azok a számok jók maradnak, még akkor is, hogyha a svájci frank ára változik. Abszolút a hitelintézetünk véleménye szerint is ez a jelen költségvetési paraméterek mellett kezelhető továbbra is, és egyáltalán nem sorolnak a veszélyes adósok közé bennünket. Tehát ha megtartjuk ezt a fajta költségvetési egyensúlyt, amit ebben az évben is sikerült, akkor ez nem jelenthet számunkra megfizetetlen terhet, hiszen az eddig folyó hiteleink, ezek a rövidtávú hiteleink, ezek hamarosan lejárnak. Tehát még 3 vagy 4 év, amíg kifutnak, és gyakorlatilag a 2012-es év lesz az, amelyik egy kicsivel magasabb törlesztő részletet hord, mint a többi, tehát akkor nagyobb törlesztő részletünk lesz, de nem annyival, hogy kezelhetetlen legyen, egy pár millióval, és utána pedig egyre csökkenő kamat és tőketörlesztő terheink lesznek. Köszönöm szépen, akkor kérdezem a képviselőtestet, kíván-e még valaki hozzáfűzni ezen a napi rendi ponthoz bármit? Ha nem, akkor kérem, hogy a 2010 évi, harmadik, negyedévi pénzügyi beszámolót ki az, aki elfogadja. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadta a képviselőtestet, és akkor most következne a Pécsvárad képviselőtestületének 2011 évi költségvetési koncepciója című napirend, amit szintén megtárgyalt a gazdasági bizottság. Itt ismét Fuller Pétert kérem meg, hogy tegyen szóbeli kiegészítést az írásban kiküldött napirendhez. Az egyéni költségvetési koncepció az országgyűlésre benyújtott 2011 évi költségvetési törvényjavaslat, és az előbb megtárgyalt 2010 évi háromdés beszámoló alapján készült. Jelenleg ismert normatívákról elmondhatjuk, hogy nagyságrendjében hasonló, mint a tavaly évben 297 millió forint, ez tavaly 291 millió forint volt. Igazából itt voltak feladatmutató módosulások is, tehát itt nem csak a nominális arányértéket is kell nézni, de itt elmondhatjuk, hogy nagyjából hasonló van alakult. Itt ami jelentős változás jelent 2011-ben, az SZIA változás. Egyrészt kevesebb a helységen maradó átengedett adórész, ez a bizonyos 8%. Ez 46 millió volt korábban, most 41 millió lesz. Ennél is jelentősebb a úgynevezett SZIA kiegészítés, ami a jövedelemkülönbség mérséklést jelenti. Ez igazából oda vezetett vissza, hogy mint az előbb említettem, a 3D-s beszámoló 2010 évben közel 20 millió forintos épülési adónövekmény volt, ezért az állam kevesebben egészíti ki a személyi jövedelemadót, mivel itt helyben több adó képződött, ezért ott 57 millióról 46 millióra csökkent a kiegészítés. Ez még nem a végleges szám, de szerintem egy elég jó lesés. Tehát ott 10 millió forint úgymond kiesik, de viszont 20 millió forintos helyi adó növekménye számolt is a költségvetés. Tehát 100 millió, ilyen 120 millió van épülési adóba betervezve, tehát ez a másik oldalon úgymond megtérül. A működési célú pénzeszközök, ez nagy részben a jegyzőségi, illetve ügyeleti, valamint a több célú társadalmától átvett normatívákat jelentik.
ezen kívül be vannak állítva a már ismert elnyert pályázati források. Az iskola és óvoda építés teljes összeggel szerepel a 2011 évi költségvetésben, ebből lehet, hogy nem fog minden realizálódni, de most belet állítva. Van egy úgynevezett támó projekt, ez 2010 decemberétől egész 2012-ig fog tartani különböző foglalkozásokra, közösség kezdeményezésekre hívható fel, ez teljes egészében 100%-ban támogatott, tehát 16 millió forint, amit 2011 évre terveztünk, ez a kiadásban is megjelenik, de ugyanennyi a bevételi forrása is. Ezen kívül vannak 2010-ben kifizetett pályázati pénzeink, amelyek valószínűleg csak januárban fognak realizálódni, ilyenek a LIDER projektek. Akkor hát a kamatbevételünk, ami még csökkent, ez a 20 millió körül tervezzük 2010-be, és ez most 2010-ben csak 10 millió, mert ahogy használjuk fel a kötvényt, egyre kevesebbet tudunk lekötni, tehát az a forrás... Illetve csökkent a kamat is. Igen, meg a kamat is csökkent, ez is szűkült. Így összességében 1.571 millió forintos bevétel és kiadási oldalra számoltunk, 30 millió forint, ami láthatólag a hitelfelvétel szükséges lehet, ez is folyószámla hitelbe kívánjuk fedezni, hogyha vannak olyan hónapok, amikor ennyivel több a finanszírozási igény, akkor ezt folyószámla hitelbe tudjuk kiegyenlíteni. Az igazából a két, tehát július és szeptember, március és szeptember közti adóbevétel realizás között szokott lenni, átmeneti finanszírozási hiány, erre van ez beállítva. Akkor a kiadási oldalon, a működési kiadások 706 millió forint, és akkor a pályázati projektek és a fejlesztések, ez 652 millió forint van beállítva, itt is csak az elnyert pályátok vannak beállítva, fejlesztésre csak a víz és szennyvízhálat rekonstrukció, amit jegyzőség még van, informatikai fejlesztés beállítva, és a tartalékok között, tehát az csökkentése került az önerő szükséglettel, ami a pályázati projektekhez biztosítani kell. Így jött ki itt is a 1.571 millió forintos költségvetési főösszeg. Az összességében egy 30 millió forint hitelfelvétel látszik. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy a tavalyi évben is 36 millió forint volt a tervezett bevételi hiány, amit most úgy tűnik, hogy nullára lehet teljesíteni. Itt mindig a teljesítése fontosabb. Ma a számok alapján úgy néz ki, hogy 30 millió forint körülbelül az az összeg, ami a bevétel és a kiadás között keletkezhet. A jelen ismereteink szerint ez azonban még változhat, és pont ahogy az előző beszámolóban is benne volt, mindig jönnek váratlan pénzek, bízunk benne, hogy idén is, és gyakorlatilag tudjuk ezt a 30 milliós hiány célt tartani, amit tökéletesen elég a folyószámla hitelünk fedezni fogja. Kérem képviselőtársaimat, kinek van kérdése? Véleménye, hozzászólása. A gazdasági bizottságnak egyébként megadom a szót e vonatkozásban először. Köszönöm szépen. Hát a 2011-es koncepció kapcsolatban annyit még hozzá kell tenni, hogy ez a 30 milliós hiány, aminek nekifutunk a jövő évnek, ez kedvezőbb a tavainál, de ez tartalmaz még egy körülbelül 55 millió forintos tőke és hiteltörlesztést az előző kamatainkban, tehát hogyha ezek nem volnának, akkor az önkormányzat viszonylag jó helyzetben lenne a igen. Többi önkormányzat. Tehát ebben benne vannak a hitel és tőketörlesztés terveink is, emellett van ez. Jó. A következő évi tehát a költségvetés gyakorlatilag ugyanaz az álláspontja a gazdasági bizottságnak, mint a háromnegyed éves beszámolónak, hogy ezzel a 30 millió forintos hitelfelvétel, illetve folyószámla hitel kiegészítéssel, és hát várjuk azokat a pozitív
dolgainkat, amik ebben az évben segítettek rajtunk, váratlan pénzek, megnövegedett iparűzési adó bevétel. Valószínűleg tartjuk, hogy ez kezelhető lesz a következő évben is, és ki fogunk tudni jönni egy nullás, vagy akár talán ebben a következő évben. A bizalom megvan bennünk az, hogy talán még egy kis pozitív eredménnyel is ki tudunk jönni a költségvetésből. Tehát ez az az összeg, amivel neki szabad futni a következő évnek, és a bizottság javasolja az elfogadását. És szeretném hangsúlyozni, hogy ez még csak a koncepció, majd a költségvetés, igen. Tehát jó lenne, ha most a költségvetésünkről is ilyen egyszerűen dönthetnénk, de ez még csak a koncepció. Most úgy néz ki, nagyon aggódtunk emiatt, meg kell, hogy mondjam, azért is halasztottuk, mert nem ismertük az állami normatívák változását. Ebben az évben úgy tűnik, hogy az állami normatívákat nagyjából megkaptuk, egyetlen egy, ami komolyan érinthet bennünket, hát úgy értem, hogy komolyan, hogy ez egy pár millió forintos tétel, ez a vállalkozások kommunális adójának a megszűnése, ami bevételkiesést jelent, ez majd a következő napi rendet érinti az adóbevételek kapcsán. Én úgy gondolom, hogy mondjuk az ez év az még megnyugtató, az a kérdés, hogy 2012 és 2013, amikor az ország közterhei azok jelentősen megemelkednek, már az adósságállomány kezelése, akkor az önkormányzatok számára milyen megszorító lépések következnek be, mert az nagy mértékben, na de hát ez most ne rohanjunk előre, ez majd a következő év problémája lesz. Ez évben úgy tűnik, hogy megnyugtató még az állami normatívák és az államfinanszírozása az önkormányzatok felé. Jövőre sok mindent beszélnek, azt is, hogy a különböző közszolgáltatások közül bizonyos dolgokat az állam fog finanszírozni bizonyos mértékig, és sorolhatnám még mi mindent, közigazgatási átrendeződéseket, hivatalok átrendeződését, mindezek kihatással lehetnek a költségvetés és a normatívára. Örüljünk neki, hogy ez évben talán nem kell a fejünknek annyira fájni. Kérdezem, kinek van most akkor kérdése? Parancsolj, Györgyi. Mivel most ugye a koncepciót tárgyaljuk, és egyfajta pozitív hangulat is kezd el uralkodni rajtunk a következő évvel kapcsolatban, én úgy gondolom, hogy most van itt annak a helye, hogy szóba hozzam azt, hogy a közalkalmazottaknak az étkezési jegye egy kicsit az utóbbi időben méltatlanul elfelejtődött, és szeretném, hogyha ez nem kerülne le a napirendről, és megvizsgálnánk annak a lehetőségét, hogy ezt mikor sikerül visszaadni, hiszen amikor elvettük, ugye akkor azt az ígéretet tettük, hogy megvizsgáljuk a lehetőségét, azóta pontosan már egy év el is telt, illetve több mint egy év telt el azóta, és akkor, amikor ezt a döntést és ezt a nehéz döntést meghoztuk, tulajdonképpen mindenki itt ül, az akkori döntéshozók közül mindenki egyetértett abban, ha jól emlékszem, hogy méltatlan az a helyzet, hogy egy ilyen kis településen belül a köztisztviselők megkapják, mert nekik törvény előírása alapján megjár, és a közalkalmazottak meg nem. Tehát én ezt szeretném jelezni, hogy ez ne felejtődjön el. Köszönöm szépen, emlékeztetsz rá mindig bennünket, úgyhogy nem fogjuk elfelejteni. Most azonban azt gondolom, hogy a koncepció idején is csak ugyanazt tudjuk mondani, hogy a végső számok ismertek lesznek, tehát a költségvetés függvényében. Én akkor mihelyt megkapjuk azokat a számokat, amelyekre már biztosabban lehet egy költségvetést tervezni, akkor fog látszani az, hogy ez befér-e az ezévi költségvetésünkbe. Jó, tehát ez továbbra is fenntartva ezt az ígéretet, a költségvetés elkészítésénél vizsgáljuk meg ezt, jó? Parancsolj. Mekkora csomagról van szó? Hát, ha jól emlékszem, ez egy 3-4 millió körüli csomag. Mennyi ez volt? Több? 6 millió? Ja, 6-8 körülre emlékszem. Tehát abból a köztisztviselőké lejött, amikor ezt az egészet elvettük, akkor az gyakorlatilag 6 millió volt, ha jól emlékszem. Máskor ebből a köztisztviselők, és körülbelül 4 millió forintra emlékszem én, de pontosan nem tudom, ami a közalkalmazottaknak a kafetériája volt. Tessék? Terhelődtek erre az új rendelet alapján valami fizetendő költségek is. Igen, adók. Van is adók. Adók, igen. Parancsolj, István. Most nem tudom, hol kezdem, akkor kezdem itt a témánál. Kafetériánál. A kafetéria rendszer. Ezt is kérdezném a
Pétert, hogy 2011-ben milyen szorzóval számolt, ez a 18 ezer? Hát azt hiszem, a törvényi emlés, az összörös, hát a 194 ezer forint. Tehát az illetmény alap összörös. Per év. Tehát nem hónap, per év. Jó, tehát ez 17 ezer akkor magyarán, durván. Ott van 18. Nem, mennyi 194? Hát 194 osztva 12, az 17 ezer nálam avonta. Ja. Egész most pontosan. Jó, egyrészt ez a kérdés, a másik, hogy mondhatom? Igen, te. Kezdeném az elején, hogy hát én is mindenképpen azt szeretném leszögezni, hogy ez koncepció, hogy a polgármester is leszögezte, mielőtt itt bárki tévedésbe esne, és rögtön az elején elmondom, hogy hát koncepció szintjén tulajdonképpen, és eddig is így gondolkodtam, el lehet fogadni ezeket a számokat. Azonban szóval én egy picit azt gondolom, hogy itt azért hurrá hangolat egy picit sincsen, mert az mindig az, hogy most már sokadik éve hozzászoktunk ahhoz, hogy koncepciókészítéskor évelején 30, 40, 50, 60, 70, volt ez már 90 milliós hiány, és amivel indultunk, és a végén valahogy mégiscsak nulla lett ez a dolog, de hát ez egy külön tanulmányt érdemel, hogy ez miért van, így nyilván rengeteg összetevője lehet, illetve esetleg évek változásai vagy folyamán ennek mindig más oka is lehetett, vagy csak részben más oka. Én azt gondolom, hogy ez a 30 millió nem olyan kevés, és ezzel foglalkozni kell, és én biztatnám is az önkormányzat bizottságait, hogy mint ahogy eddig ezt minden évben nagyjából megtettem, hogy hát foglalkozzanak ezzel a kérdéssel is, és esetleg álljanak elő javaslatokkal. Én magam is ígérem magamnak is, mindenkinek, aki itt ül, meg aki nem ül itt, hogy fogok ezzel foglalkozni, és ahogy szokott, vagy szoktak lenni javaslataim személy szerint is, de mondom, én ezt a bizottságos megoldást sokkal szimpatikusabbnak tartom, és előremutatóbbnak, mert az a baj ezzel, hogy hát valóban, ahogy a Venkő Laci mondja, hogy hát igen, ebben benne van a múltnak a hátizsákjából az adott szelet, de nincs benne újabb fejlesztés, és itt tulajdonképpen erre akarok én rávilágítani, mármint olyan fejlesztés, hogy tehát csak olyan fejlesztés van a koncepcióban, akkor így mondom, ami állami pénzből, illetve kötvény alapból finanszírozott, tehát folyófinanszírozású fejlesztés nincs benne semmi. És én a gazdasági bizottság ülésének a végén is ezt próbáltam ott mondani, és most is csak felvetném, hogy azért nagyon jó lenne, hogy 8-10-12 milliós értékben a más nem, akkor járva felújítás, vagy valami, ami a folyó kiadásokból hát elmondható legyen. Már csak azért is, mert azt is hallottuk, és ez nagy örömmel valóban, hogy a helyi adó bevételeink soha nem látott mértéket ütöttek meg, nagy részt vagy jó részt ennek is köszönhető az a pénzügyi helyzetünk, ami van. És mindig is vallottam, most is vallom, hogy hát ennek a helyi adó bevételnek, ami most 155 körüli végösszegre fog rúgni, amiből 120 milliót meghaladó az iparűzési adóbevétel. Hát jó lenne valamit felmutatni, hogy hát tudom én 10-20 millió, 15-öt, valamennyit, hogy legalább, hogy hát fejlesztésre tudunk fordítani, és hát nem feltétlenül nyeli el az intézményi struktúra, illetve hát a múltnak a terhei. Tulajdonképpen ennyit akarok hozzászólni, és ezt én nagyon komolyan gondolom minden egyes szavamat. A másik pedig csak egy kérdést szeretnék, én lehet, hogy nem voltam ott valahogy, itt egy templom felújítás önerő 8 milliós tétel szerepe. Én eddig úgy tudtam, hogy az a pályázat az nem nyert, akkor ezek szerint de az nyert, az valamit én nem jól tudhattam, vagy nem tudom. Igen, ez a pályázat, ez nyert. Jó, semmi baj, csak információ megosztást. Igen, és itt hibásan került be ez a tétel. 13 millió forintot szavazott meg az önkormányzat. Támogatásként. Tehát 50%-os pályázat volt, és hát elő kell keresni a határozatot, abban az volt, hogy az 50%-et, vagyis 13 millió forintot áll ebből a pályázati keretből Pécs az önkormányzata. Hát amennyiben nyer a pályázat. Igen. És ez a pályázat nyert. Jó, tehát mindenképpen szeretnénk ezt benne, még nem állítottuk össze a ciklusprogramot, de mivel a templomunknak az évfordulója közeleg, és uniós pályázati források, illetve hát akár hazai pályázati források, szeretnénk támogatni gyakorlatilag a templomunk építését. Most annyit tennék ehhez hozzá, hogy én nagyon bízom benne, hogy most
függetlenül attól, hogy milyen események kapcsán, de megváltozott a püspökségen a nem csak az összetétel, hanem a gazdasági vezetés. Talán a szemlélet is egy kicsit változik, ezért én Gálos Orsolyával a jövő héten, vagy a, nem tudom, hogy egyáltalán fogadnak-e bennünket még itt a karácsony előtti hetekben, de szeretnénk elmenni ismételten a püspök úrhoz, és a gazdasági vezetővel tárgyalni, hogy további pályázataink során, mert hiszen ilyen NK-s pályázatot írnak ki ebbe az évbe is, mindenképpen szeretnénk, hogyha az egyház is aktív támogató lehetne ebbe. Ez első számú műemlékeink között van a pécsvárdi Nagyboldogasszony templom. Én úgy gondolom, ha úgy fogjuk föl, akkor a városunk hívőinek ez egy közösségi tere is. E vonatkozásban én úgy gondolom, hogy a város vállalhat anyagi áldozatot is, de egyébként erről majd lesz képviselőtestületi szavazás, parancsolj. Oké, köszönöm ezt a választ, és mindenképpen hát pozitív. Úgy látszik, lehet, hogy csak én maradtam le az információt, de akkor ez most egy abszolút rendben van. A másik, hogy a koncepcióhoz, hát még annyit, hogy ugye ez most hogy úgy mondjam, a papíron levő előttünk fekvő számok alapján hát áll ez a 30 millió, vagy néz ki ez a 30 millió mínusz, viszont rögtön most fogunk két olyan javaslatot tárgyalni, csak jelzem előre is, hogy egybelássa mindenki, ami hát ez befolyásolhatja, hogyha nem is generálisan nagy tételben, hát néhány millió forint erejéig mindenképpen, igen. És az akkor így egybe kell. Igen, mondani. igen, ezt köszönöm szépen, mert ez valóban érinti majd. Jó, kinek van még kérdése, véleménye, a 2011-i parancsolja. Tehát akkor itt a koncepció, tehát ami előttünk van anyag, abban akkor a katolikus templom az 13 millió, az igen, az igen. És akkor itt volt... Már is van 5 millió, igen, és még várható ebből, ezekből, amit itt említett, 2-3, ahogy megszavazza majd az önkormányzat. És akkor a személyi juttatásoknak van egy ilyen mondat, hogy a kafetéria juttatásokat a koncepció tartalmaz, akkor ez csak a köztisztviselőkre. Ez csak a köztisztviselőkre, igen, akiknek törvényi kötelezettség. Jó, köszönöm szépen. Jó, további kérdés, vélemény? Nincs, akkor kérdezem a képviselőtestületet, hogy elfogadja a 2011 évi koncepciót ezekkel a megjegyzésekkel, ami természetesen, amit Hóman képviselőtársunk tett. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadta a képviselőtestület, és most jönne tulajdonképpen az, amelyik részben egyik oldalon esetleg pozitívan befolyásolhatja a bevételeinket, más oldalon, de hát ilyen tulajdonképpen nincs ezek között, és ebben egyetlen egy van, ami kicsit mérsékeli az adóbevétel hiányunkat, vagyis a különböző pénzügyi tárgyú rendeleteink módosítása, és itt akkor kezdjük mindjárt az adórendeletünkkel. Péter, kérem, hogy segítsen ebbe is bennünket. Előttünk van ez a táblázat az adónemekről. Itt gyakorlatilag az látszik, hogy a törvény írja elő azt, hogy a vállalkozók kommunális adója az megszűnik. Ebből, ha jól emlékszem, ilyen 6 millió forint... 3 millió forint kiesésünk van így módon, tehát 3 millió 200 ezer forintot tett ki ez az adónem. És van a magánszemélyek kommunális adója. A bizottságnál egy olyan javaslat ment ki, hogy 10% körüli kommunális adó emelésre lenne szükség, hogy az intézmények kommunális, vagy a vállalkozások kommunális adójának a kiesését pótoljuk, és hogy ez a kommunális adó szintjén oldódjon meg. És akkor itt megkérem a bizottság elnökét, hogy milyen más javaslatot tettek, illetve tesznek most az önkormányzat számára. Tehát a bizottság a magánszemélyek kommunális adójának mértékét 10% helyett 5%-kal javasolja megemelni január 1-i hatállyal. Tehát igen. Ez nem kompenzálja a kieső bevételt, de nem kívánjuk a lakosság terheit tovább emelni. Annál is inkább, mert a szemétszállítási díjak azok viszont jelentősen emelkednek. Az abból adódik, hogy a cikkói hulladék lerakónál a hulladék kezelés elkezdődött. Tehát már nem csak beöntik egy gödörbe a szemetet, hanem válogatják, megfelelő módon ártalmatlanítják, és ez gyakorlatilag számukra ultimátum szerint érkezik, mert a Telekom a 2011 évre közölte a hulladékkezelési díjat, ami az eddigi 191 forint helyett 259 forint nettó összeg.
ami viszont egy kicsit szerintem a lakosságot irritálni fogja. Így sajnos azt kell, vagy sajnos, vagy hál' Istennek, nem is tudom, hogy fogalmazzam, azt kell figyelembe venni és tudomásul venni minden pécsváradi lakosnak, hogyha nem akarjuk azt, hogy a környezetünk az nájlonzacskókkal, műanyagflakonokkal és egyéb szeméttel legyen terhelve, akkor sajnos ezt tudomásul kell venni. Nem lehet a világ végéig tölteni az elhagyott homokbányákat, kavicsbányákat hulladékkal, mert ezeket megfelelő módon kezelni kell. Sajnos annyi csomagolóanyagot és szemetet vásárolunk a napi bevásárlásaink során, hogy ez másképp kezelhetetlen. Tehát Európai Uniós előírás, ez a Sióvölgye hulladékgazdálkodási rendszernek a része, és hát ezt viszont meg kell fizetni. Igen. Mindenki előszeretettel leakasztja a nájlonzacskót a Tescóba, és utána megy a szemétbe, és a műanyagflakont is sorolhatnám a többieket. Ennek ára van, ezt tudomásul kell venni mindenkinek. Igen, szeretném ezt kiegészíteni azzal, hogy akkor a kistérség is tárgyalta ezt a ülésén, mert hiszen akkor már jelezte a Biokom, aki nálunk szolgáltat, hogy a szemétártalmatlanítási díjat kb. 30%-kal emelte meg. Az átmeneti kísérleti időszakra ez egy év, a cikói új hulladék válogató és osztályozó üzemrésze a Sió völgye, vagy nem Sió völgye, hanem a Sió és vidéke, nem tudom pontosan az elnevezését, ez a hulladékkezelő konzorcium, aminek tagjai vagyunk mi is. Ez kötelező feladatként hárul ránk, ezelől kitérni nem lehet, csak itt veszik át már a szemetet. A szolgáltató az nem a szolgáltatási díjat emelte meg ámlok, hanem csak ezt a részt érvényesítette a szemétszállítási díjban. Tehát ez csak az ártalmatlanítási díj emelését foglalja magában. Ez körülbelül durván 30%-ot tesz ki. Ez egy viszonylag komolyabb teher a lakosságra, de sajnos ezelől nem térhetünk ki. Úgyhogy képviselőtársaimnak is szeretném elmondani, hogy amennyiben ezt nem fogadják így el, akkor ez a teher Pécsváradi városára, ha azt akarja, hogy a szemétszállítás továbbra is ugyanilyen módon történjen, Pécsváradi városára hárul a különbözet, vagy különben nem szolgáltat ennél alacsonyabb áron a Biokom. Én azt javasolnám, hogy tárgyaljuk meg a harmadik javaslatot is. Menjünk végül a díjakon. Igen, a díjakon. Tehát ez még egy díjat kell megállapítanunk. Az egyik a víz és a csatorna díj, és a másik tulajdonképpen ebbe a körbe tartozó folyékony hulladék, vagyis a szippantott szennyvíznek a díja. Ez évben a víziközmű társulás javaslatait tettük föl, ahol 5%-os emelésre tettek javaslatot. Ez szintén a bizottsághoz így került, és a bizottság javaslatát majd Benkő György elmondja, vagy Benkő László, bocsánat, miket beszélek, Benkő Laci elmondja. Ennek kapcsán is a bizottság más értelmi módosító javaslatot tett. Akkor kérlek, Laci, ismert ezt. A víziközmű által javasolt díjak 2011 évre, lakossági vízdíj 275 forint plusz áfa, mindenütt nettó árakat. 5%, tehát az inflációt akarták érvényesíteni. Javasoltak, körülbelül. Itt hozzá kell tenni ahhoz, hogy az előző évben nem volt a vízdíj emelve. Maradt a két évvel ezelőtt a vízdíj. A lakossági csatornadíj az lett emelve, annak a jelenlegi díja 240 forint. Ezzel szemben a bizottság a következőt javasolja: a 275 forint helyett 270 forintos vízdíjat és csatornadíjra 240 forintot, ott elfogadja a bizottsága, illetve javasolja a csatornadíj emelését. A közületi vízdíj és a közületi csatornadíj emelésével egyetértett a bizottság. Változott a folyékony hulladék elszállításának szolgáltati díja, a 2011 évre javasolt díjak 1400 forint per köbméter. Ezzel talán a vízmű is és a bizottság is próbálja arra sarkalni azokat a lakosságokat, vagy azokat az ingatlan tulajdonosokat, ahol még nincs rákötve az ingatlan a szennyvízre, a közvetítés szennyvízre, megbízhatóbb ártalmatlanítási formája a vezetékes szennyvízszolgáltatás, mint az a folyékony, főleg amikor a magán szolgáltatók bizonytalan helyeken öntik le a folyékony szennyvíz hulladékot.
Tehát ezt javasolja a bizottság a képviselőtestületnek elfogadásra. Jó, nagyon szépen köszönöm. Ez egy elég, ez méltányos emelés, itt is csak az infláció az, amivel tulajdonképpen ez az infláció alatti emelés. Úgy gondolom, hogy ez alatta van az 5%-os emelésnek is jóval. Ha ki lehet még egészíteni azzal, hogy összehasonlítsuk Pécsvárat helyzetét a környékbeli vízszolgáltatóknál. Komló városában a vízdíj 405 forint plusz áfa, Hosszúhetényben 338 forint, Véménden 305 forint, Mohácson 337 forint, Pécsett 315 forint, Erzsébeten 356 forint, és Pécsváradon 260 forint, ez amit 270 emelik, tehát magasan fölötte van a környékbeli szolgáltatóknak a... Ezek a 2010-es díjak, nem tudjuk, hogy a többi településen mekkora emelést hajtanak végre. Annyit még tudni kell róla, hogy a pécsváradi víziközmű az egy önkormányzati cég, és a többiek többsége pedig más szolgáltató. Más szolgáltató. Hát, na ez jelentkezik itt az állapot. Ez jelentkezik itt az állapot. És az eszközhasználati díjban ezért tudjuk azt megtenni, hogy ilyen alacsony vízdíjjal. Ezért lett önkormányzati cég. Igen, hát azt kell tudni egyébként, hogy minden költségnövekedés... Köszönhető nagymértékben. Igen, így van. Minden költségnövekedés egyébként csökkenti az eszközhasználati díjbevételünket, ami több milliós. Ezt csak azért mondom, hogy az önkormányzatnak azért felelősséggel kell, mert gyakran elhangzik olyan, hogy hát ha ilyen olcsó a vízdíj, akkor miért nem csökkentjük. De azért, mert azokat tehát a csőhálózat rekonstrukciót, ami folyamatosan zajlik, és el kell, hogy mondjam, mivel részt vettem a víziközmű Kft. Közgyűlésén, hogy még mindig elég jelentős, közel 30%-os a hálózati veszteség. Tehát jövőre is komoly, ez az eszközhasználati díjunkat szinte teljes egészébe véve vízhálózat rekonstrukcióra kell fordítani. Az idei évben egy nagyon nagy értékű munka készült el, aminek mindjárt meg is lett az eredménye. Zengővárkonyi fővezeték, ami a főelosztó, annak a teljes cseréje történnek. Ott hatalmas volt a vízveszteség, rögtön jelentkezett ennek a hatása is. Egyébként az egyetlen haszna volt az eddigi csapadékos évnek, hogy máshonnan nem kellett vizet átvennünk, tehát bőven van vízünk most, úgy tűnik. A vízmű viszont különböző fejlesztéseket is végrehajtott, ezt szeretném elmondani, és egybe tájékoztatni képviselőtársaimat. Az egyik egy vízbázist létesítettek, tehát egy újabb kút bekapcsolására van lehetősége, ezt megvásárolták a területet egy magánszemétől, a kúttal együtt, ennek zajlik most a különböző engedélyezési eljárása, tehát további vízbázis bővítés, illetve a szennyvíz iszap granulátum elhelyezésére, amit most viszonylag nagyon nagy összeget fizetünk az elszállítás során, helyben, hogyha lehetőség nyílik, a vízmű alatti területeket vásároltuk meg, azt, ami most ilyen nádas, zsombékos terület, annak a feltöltésével, akkor szintén jelentős megtakarítások keletkezhetnek, milliós nagyságrendű megtakarítások. Ennek a beruházása megkezdődött, és hát részben saját fejlesztési forrásokból folytatódik. Egyébként nekünk azért kedvező még, hogy az iskola építés során majd ott el tudjuk helyezni a sittet a feltöltésre, a bontásból, úgyhogy ilyen szempontból még további költségkímélés lehetőség van abban, hogy közben megvásároltuk azokat a területeket, amelyek ehhez szükséges. Köszönöm szépen. Most akkor tulajdonképpen kialakult a különböző díjaknak a rendszere a Gazdasági Bizottság javaslata alapján. Én akkor kérdezem, kinek van még véleménye, vagy parancsolja? Még csak egyetlen egy rövid hozzászólás. Igen. Az élelmezés vezetőkkel folytatott megbeszélés során most az étkezési térítési díjakat nem emelnénk, mert ugye az is ilyenkor szokásos volt. Igen. Itt az élelmezés vezetők nyilatkozata alapján egyelőre nem, ez nyilván nem jelenti azt, hogy most le tudjuk tenni a nagy esküt arra, hogy 2011 során nem kerülhet sor emelésre, de most egyelőre úgy látjuk, hogy még abból a normából ki tudunk jönni, ami rendelkezésre áll, és mivel az év folyamán ezt lehet majd még tárgyalni, ezért most, hát egy jó hír, csak azért gondoltam. Jó, legyen ezt valami. Ezt még hozzátenném. Igen. Jó.
Köszönöm szépen, parancsolj! Nem közvetlenül a díjakhoz kapcsolódik, a szemétszállítás a díjak kapcsán két dolgot hadd kérdezzek, illetve mondjak. Több helyről panaszolják azt, hogy nem megy be a kukás autó, és nem viszi el onnan a kukákat, hanem viszonylag nagyobb távolságra kell őket elvinni, hogy erre találunk-e megoldást. Ez gyakorlatilag egy utcát érint eddig Pécsváradon. Én kettőt tudok, ahol... Igen, melyik a másik? Van. Az egyik akkor, amire gondolunk, az gondolom az Engővárkonyi utca. Ott a rendőrs, a kollégiumnál, hogy felfelé. Igen, az megoldódott. És a másik pedig a Mecse környéknek azok a kis nyúlványai, amik ott hátul vannak a munkahelyről, amik nyílnak. A legnagyobb baj az, hogy az eddigi szolgáltató, az a harmadik. A szolgáltató az azt között, hogy sajnos nem áll módjában olyan kisebb járműveket beállítani, mert hiszen a szemétszállítás az, tehát nem is rendelkezik itt olyan járművel. Na most az, amit átvesz majd a Biokom használatra, amik a pályázatban benne volt a gépkocsik, azok közül az egyik az egy nagyobb, az, ha jól tudom, 6 tonnás szemétszállító, tehát hasonló nagyságú, mint az, amelyiken most szolgáltatnak. Az egyik azonban egy kisebb, egy 3,5 tonnás. Majd meg kell kérdeznünk, hogy ez alkalmas lesz-e arra, hogy esetleg ezekbe az utcákba is bemenjen, de az eddigi visszautasítása mind a Dombaitó környékén lavakoknál is az volt, hogy egyrészt ezek az utak nem terhelhetők ekkora súllyal, a másik pedig gyakorlatilag az, hogy nem tud mozogni bent, és téli időszakban meg minden, ez bizonytalanná válik. Tehát ezt többször megkérdeztük, és többször kértük. Arra pedig, hogy külön erre a célra például olyan, mint Pécsen a nyugatmecsekben járnak, tehát ezek a kicsik kocsikkal, arra pedig azt mondta, hogy olyan költségszámítások jönnének ki, hogy az megduplázná ezeken a területen a költségeket, amit nyilván nem szívesen vállalna fel a lakosság többi része. Tehát ez volt a válasz. Több mint duplája lenne ezeknek a kocsikkal, mert hiszen a baj az ott van, hogy összegyűjteni még csak összetudnák, de utána ezek a kocsik ezt elszállítják, vagy Cikóra, vagy Komlóra szállították régebben, és ez a szállítási költség súlyra vetítve, ez tulajdonképpen jelentősen megnövelné a szemétdíjat ezeken a... Ez volt a hivatalos válasz. Jó? És az a megoldás, ami most itt az Engővárkonyi utcával kapcsolatban született, ez a többi helyen kivitelezhető? Ezt akartam mondani, mert lehet, hogy erről a polgáros tudjuk. Erről konkrétan nem tudok. Egy héttel ezelőtt körülbelül mondta azt, hogy én telefonáltam a Vadas úrról. És hát ezt a problémát úgy sikerült megoldani, hogy ő nagyon fogékony volt a dologra, egy dolgot nem tudnak megoldani, amit a polgármester is elmondott, hogy az autó az nem tudna bemenni semmilyen körülmények között. Ez erről nem nyit vitát, szóval ez ennyi. Viszont arra hajlandó volt, hogy egy gyűjtőpontot helyezzenek el, ahová a lakosság minden vihette szemetét, hogy akár műanyag zacskóba otthon apránként, tehát nem kell beletenni ilyen pénzérvet zsákba, a lényeg az, hogy a gyűjtőpontba elhelyezheti a szemetet, és akkor ezzel úgy ilyen kompromisszumos megoldásra megoldódott. Ugyanúgy, mint a Dombaitónak. Jövőnek is ez lett az útja, például a Mecsekörnyék kis utcájában, amiről viszont nem hallottam én legalábbis személy szerint, hogy erre azért fogékonyak, tehát valahol találhatnak ott is egy gyűjtőpontot, ahol hasonló módon megoldhatnák ezt a kérdést. Akkor majd ezt figyeljük még ezt a kérdést. Jó. És illetve hát majd, hogyha bár ez a 3,5 tonnás, akkor kiderül, bár azt hiszem, hogy ott még az sem tud közlekedni. Igen, hát ez se sokkal kisebb, tehát nem jelentősen kisebb. Jó, parancsolj István. Szóval arról, hogy a szelektív gyűjtőpontokat... Szelektív gyűjtőpontokat kialakították, az is egyébként, ja, az, hogy lezárult végül is ez az egész konzorciális pályázat, tehát a nagy pályázat, most már el kell számolniuk, befejeződött a pécsváradi szemétteletnek a rekultivációja, és a hulladékudvar is elkészült. Az, hogy pontosan mikor helyezik például a hulladékudvart működésre, azt nem tudom, nem értesítettek erről még bennünket, de konkrétan láttam viszont a szelektív gyűjtőhelyeknek a beton talapzata az elkészült, hogy mikor lesz ténylegesen, mikor indul a szelektív gyűjtés, ezt nem tudom, erről sem kaptunk értesítést, de maga az, hogy a beruházás elkészült, arról igen. Jó, 3 ponton lesz Pécsváradon, az egyik az itt lent a Zengő mellett, hasonlóan, mint ahol most ez a nagy konténer van, csak természetesen kisebb méretű konténer, a másik a Lila ABC mellett, és a harmadik az pedig fönt a hegyen, a
abba a kis holtérbe, ami a Samu Géza Múzeum mögött, tehát nem olyan látható helyen, tehát nem a Samu Géza Múzeum előtt inkább, és a református parókia mögött, ti területen. Jó, ezzel kapcsolatban csak azt a javaslatot tenném, hogy egy kicsit a használatát is jó lenne még egyszer tudatosítani, mert ami itt az engő mellett történik, az nem szelektív hulladékgyűjtés, az szerintem borzasztó. Eddig... Tehát egy picit a lakosságot is tanítani kéne arra, hogy mit, hogyan kell, és ez, azt gondolom, hogy ez nem csak EU-s előírás, hogy hogyan ártalmatlanítjuk a szemetet, és ez nem csak a pénztárcánk miatt kell ezt meggondolni, hanem amit már Benkő Laci is mondott, hogy ez, azt gondolom, hogy a jövővel szembeni felelősségünk is, igen. És ezt viszont meg kell tanulni. A vásárlás pillanatától kezdve egészen odaig, hogy mi történik fel, miután már nincs rá szükség. Én emlékszem, hogy a Városi TV-nek volt erre egy nagyon jó kis anyaga néhány éve, lehet, hogy ezt érdemes lenne újra elővenni, de az biztos, hogy ebben együtt kell működni. Tehát ez nem csak az önkormányzaton, nem csak ezen a bizonyos cégen vagy rendszeren múlik, hanem elsősorban rajtunk. Jó, természetesen én is így gondolom, hogy ennek meg lesz a megfelelő tájékoztatása, illetve hát az intézményeinkben, főleg az iskolákban úgy tudom, hogy folyik erre való nevelés a gyerekeknek. Hát ha látják, hogy hogy működik a rendszer, akkor biztos, hogy... Sőt, van sok helyen, az a meglepő, hogy sok helyen akarnak szelektív szemetet gyűjteni, de nem tudnak. Mert eddig meg kell, hogy mondjam, hogy a szelektív személygyűjtés eredményes az út, hogy ezeket bizony összeöntik és így vitték. Tehát szó nincs arról, hogy szelektíve dolgozzák fel. Most ezzel, hogy beindulnak ezek a rendszerek, tehát ezek a személygyűjtés szelektáló rendszerek mindenhol az országban, és hát a mi térségünkben is ezzel teremtődött meg a lehetőség az igazi szelektív hulladékgyűjtésnek és az újrafeldolgozásnak. Csak egy mondat, hogy abszolút partnerek vagyunk ebben, mert az alsó iskolában mi már második éve szelektíven gyűjtjük a szemetet. Nagy úgyhogy szerint. Azt gondolom, hogy lehet, hogy egyes családokban a gyerekek már birtokában vannak előrébb tartanak, igen. Tudásnak. Jó, hát a legnagyobb baj az, nem is az, hogy nem gyűjtik szelektíve a szemetet, hanem nem szelektíven égetik a szemetet. Tehát ez az igazán nagy környezetszennyezés, amikor azt mondják, hogy na itt van egy régi típusú kazán, vagy sparhet, vagy bármi, és aztán ami jön, azt nyomják bele, és ugyanúgy ég el a műanyag, és az acskó, és minden, mert tudják, hogy ez éghető. Tehát az igazán nagy bajt és az igazi környezetszennyezést ez okozza. Mindahogy sokszor érezhetően, ha az ember jár és visszagot érez, kiérződik az égő műanyag szaga. Jó, tehát igazán erre kellene figyelni és oktatni, hogy ez mérgező. Ha más nem, a levegőből lehullva, csapadékkal vagy bármivel, ez kifejezetten mérgező. Tehát ezért ne tegyék a jövő érdekében. Ezzel sokkal nagyobb bajt okoznak, mint a nem szelektív hulladékgyűjtés révén elszállított szeméttel. Jó, tehát igazán erre kell figyelmeztetni a lakosságot, különös tekintettel arra, hogy most ugye vannak az égetések, és hát majd erre vonatkozóan lesz javaslatunk, illetve a jövő évi összeállításban, tehát az önkormányzatoknak tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy ezeket majd valamilyen módon újra szabályozni kell, illetve valamilyen módon ezzel foglalkozni kell a különböző zöld hulladékok, nyesedékek, illetve hát a tüzeléssel kapcsolatos dolgainkat valahogy rendbe kellene tenni. Most is van rá érvényes jogszabály, de kihasználják gyakran, és mondom, mást is égetnek, nem csak gajat és nem csak ágakat. Csak annyit, hogy ahogy az előbb fölhívtam arra a figyelmet, hogy ez koncepció, amit az előző napi rendi pont csak is sikerül kimondom, de lehet, hogy majd iszom valamit a szünetbe. Most szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ez már nem koncepció, tehát igen. Ez éles. Tehát amiről most beszélünk, az majd beépül a koncepcióval. Most ezt jó meg sikerült kevernek, ezt jó megmondtam. Jó van. Ezentúl annyit szeretném volna még egyszer csak hangsúlyozni, hogy hát Isten igazából átlagosan ez talán, ha 4%-ot eléri ezek a DML-is mértékek, ami hát nem mondom, hogy semmi, vagy nagyon kevés, de hát belül vannak az infláción, vagy a körüli értékek. Az nagyon jó hír, amit a Györgyi mondott, hogy az étkezési térítés összege az 0%-kal változik, egyelőre legalábbis, ez mindenképpen jó hír, és még nem hangzott el ezért, mondanám el, hogy az igaz, hogy a szemétszállítás viszonylag magasabb százalékú az emelés, de ugye nem mi generáljuk, mi csak
kell, hogy közvetítsük, és az összegét azért mondjuk, hogy hát negyedévenként 1000 forintról van szó per ház. Szóval így azért talán egy picit más világítást, vagy megvilágítást is nyerheted az egész. Tehát nem biztos, hogy akkor a katasztrófa ez anélkül, hogy bagatellizálná az ember. Köszönöm szépen ezt a kiegészítést. Rendezve, igen. Itt ez 3 szavazást igényel. Ha további hozzá szólás nincs, akkor én sorba fogom föltenni őket. A helyi adókkal kapcsolatos rendeletünkkel kapcsolatban, tehát a magánszemélyek kommunális adójának 5%-os emelésével ki az, aki egyetért. Gazdasági Bizottság javaslata, köszönöm, egyhangulag elfogadta a testület. A szemétszállítási díj Biokom által javasolt összegével ki az, aki egyetért. Köszönöm szépen. És a víz és a csatorna díjak Gazdasági Bizottság által javasolt változatával ki az, aki egyetért. Köszönöm. Ez természetesen a folyékony hulladékot is érinti, tehát a víz, csatorna és folyékony hulladék egybe. Jó? Köszönöm szépen, akkor ezzel a részével kész vagyunk. Következne egy javaslat, amely háziorvosi megbízási szerződés módosítása. Ez azért fura, hogy ezt én vezetem elő, mert én amikor 1991-ben, amikor ez először kerülhetett sorra, tulajdonképpen amikor a háziorvosok vállalkozóvá váltak, akkor ez a szerződés akkor engem érintett, és most, mivel hivatalosan orvosként nyugdíjba vonultam, most az utódomat érinti, akit mindenki már ismer. Egyrészt a rezidensem volt, tehát a szakvizsgája előtt 2 évig. Én igaz szívvel merem ajánlani azt, hogy a 2011-től az önkormányzat feladat átvállalási szerződés révén kössön szerződést dr. Kapuvári Péterrel, aki szerintem érdemes arra, hogy egyrészt folytassa a praxisomat, másrészt úgy gondolom, hogy Pécsváradon megszerették, kiváló orvosnak tartom, és én úgy gondolom, hogy neki átadnám a praxisomat. Ehhez szükséges, hogy ő szerződést tudjon kötni, az az önkormányzati feladat átvállalási szerződés, ami most tulajdonképpen, amiről határozunk. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy kíván-e valaki hozzászólni, kérdezni, parancsolj. Annyi, de ez már csak persze nyelvtani lehet, hogy nem is tudom, minek a keresése. Isten igazából nem módosítás, hanem hát egy körzet ellátásának a módosítás, olyan értem, hogy igen, de ugye ez egy teljesen új szerződésről van szó. Én ezt is kérdezem, hogy akkor a te szerződésed az ma hatánykiva helyezve, vagy az a mi történik? Jelen pillanatban az akkor szűnik meg, amikor az új szerződő fél lesz, szerzős kötnek. Vagy lesz-e az a nekünk érdemi, bocsánat, anyagi semmi. Kihatása? Semmi. Ennek kapcsán ez egy nyilatkozat, hogy az önkormányzat a szerződést köt, feladat átvállalási szerződést köt Kapuvári Péterrel 2011. február 1-jével. Jó, arról szavazunk. Jó, oké. Ha még kérdezhetek egy nagyon igen, picit, a 11-es pontban szabályozza ez a szerződés tervezet a felmondásokat kölcsön, és én kérdezem, hogy eddig is ez volt-e a gyakorlat? Vagy nem ismerem a korábbi szerződéseket. Eddig a következő volt, ha az orvos maga akarja felmondani ezt a kötelezettségét. Persze. Ugyanaz, ez 90 napos felmondás ideje lehetséges az önkormányzat felé, ez gyakorlatilag ezt jelenti. Kölcsönös felmondási lehetőség. Igen, igen, igen. Tehát ez változott. Köszönöm. Jó, akkor parancsolja. Én támogatom ezt a szerződés megkötést, a Kapuvári Péter kollégát nagyon felkészült kollégának tartom, és abszolút kollegiális erkölcsi magatartást tanúsít. Mindenképpen szeretettel fogadtuk és fogadjuk. Igen. Nehéz szívvel búcsúzom el akkor így módon Pécsad egészségügyi szolgálatából. Annyit szeretnék elmondani majd, hogy amikor
ha lesz még hozzá életerőm és energiám, hogyha itt befejeztem a polgármesteri tevékenységet, akkor Péternek szeretném még átadni azokat a dolgokat, amik még fontosak lehetnek Pécsváradnak. Ez a praxis, ez oktató praxis volt, és vizsgáztató praxis is a Pécsi Orvostudományi Egyetem családorvosi tanszékén, és hát szeretném majd, addigra már érett lesz arra, hogy ezeket ő átvállalja, és ide szeretném majd még átvezetni, hogy átvegye a helyemet az egyetem oktató csoportjába is. Jó, akkor felteszem a kérdést. Pécsváradi képviselőtestülete támogatja-e Kapuvári Péter számára a megbízási szerződés megkötését? Köszönöm szépen, egy hangulat támogatók. Jó, egyebek napirendi pont lenne még. Jól állunk idővel, meglepően jól. Fel annyi a polgármester. Igen, azért fel annyi hozzászólás. Ismételt meg a kiváló bizottsági munka révén tulajdonképpen a fél testület mindig részt vesz egy bizottságban, úgyhogy igazából véve tulajdonképpen majd, hogy nem bizottsági vélemény alapján lehet szavazni. Jó, de ezek olyan előnyök, amik fontosak. Na, akkor az egyebekben kettő hangzott el, amit én javasoltam, mindjárt kezdeném ezekkel. Az egyik a helyi területrendezési tervünk módosítása iránt érkezett kérelem. Konkrétan ez arról szól, hogy Kressz Erika, aki a Kressz és Fiedler Kft. Ügyvezetője, azt kérelmezi, hogy azon a területen, ahol laknak, a mellékelt térkép vázlat szerint mindenki megnézheti, nem tudom, én nem kaptam ebbe. Ja, itt van, de bocsánat, itt van lent csak ezé alakod. Az a besraffózott terület, amit tulajdonképpen szeretnének felhasználni. Tehát a terület az övék, de a területrendezési tervünkön ez úgynevezett tartalék sportterület. Na most magánterület, tehát nem arról van szó, hogy a mi sportpályánkat veszik el, sőt olyan gesztust tettek ők annak idején, amikor tulajdonképpen kiderült, hogy az ott jelenlévő egyik tartalék futballpálya tulajdonképpen az ő területükre esett, akkor adtak olyan területet, hogy elfordítva a pályát, az továbbra is alkalmas legyen és pályaként működjön. Én azt kérem a képviselőtestületet, hogy fontolja meg azt a szempontot, hogy ugye én elmondtam nagyon sokszor, és ebben én állandó hadban állok a tervezőkkel meg mindenkivel, hogy mindenféle koncepciós terveket lehet készíteni, és lehet ennek megfelelően területrendezési tervet is. De az élet a legtöbbször ezt keresztül húzza. Ez is egy olyan terület, magánterület, ahol tulajdonképpen egy olyan fiatalember akar letelepedni, aki két gyereke is van, a másik az útban van, és szeretnének itt házat építeni, amire minden lehetőségük megvan a terület nagyságát illetően is. Egyetlen gátja az, hogy ezen a területen tulajdonképpen igazából véve építési engedély nem adható ki. De ugyanakkor ott van tőlük 10 méterre egy lakóház, ahol a szüleik laknak. Én úgy gondolom, hogy ez méltánylandó dolog, nem csak azért, mert a Kressz és Fiedler cég az az egyik legnagyobb helyi adófizetőnk, hanem személy szerint, hogyha arról beszélünk nagyon sokszor, hogy Pécsváradon kívánatos lenne a betelepülés, mert a demográfiai adataink kétségbejtőek, épp múltkor kérdeztem meg, sokkal többen halnak meg, mint amennyien születnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy a bevándorlás se olyan mértékű, bármilyen szép is a városunk, bármilyen jó a híre, azt tudom mondani, hogy ennek ellenére nagyon sok település mondhatja el ezt fájdalmasan, a lakosság aránya változik, elöregszünk, kevés fiatal van. Én úgy gondolom, hogy minden egyes lehetőséget meg kell ragadni arra, hogyha ez csak ennyi módosítása jár, hogy kimondjuk, hogy ezt a kis területet kivesszük ebből, és gyakorlatilag ők itt építkezhessenek. Ehhez természetesen a mellékelt levélben vállalták azt, hogy ez az önkormányzat számára plusz terhet ne jelentsen. Szeretném elmondani azt is, hogy most adtunk megbízást a területrendezési tervünk módosítására, ami még utolérheti ez az egy kérés is, azt a másik kettőt, ami miatt ezt megrendeltük.
és ennek a költség arányos részét természetesen viselni kívánják. Tehát ez mindenkivel szemben, akinek ilyen engedményt tettünk, ezt vállalják, tehát az önkormányzatnak plusz terhet majd nem jelent. Kinek van kérdése? Két helyszínai közül melyik az igazi? Amelyik szimpatikusabb neked. Ez az egyik, ez egy épület feltüntetési vázrajz. Én elmondtam az Erikának, hogy hát ez nem kellett volna helyet, sokkal jobb lett volna egy telekkönyvi szemle. Ez az igazi, ami be van sraffózva. Tehát gyakorlatilag ez. Én ezt a sraffozást én csináltam meg, mert elmondták, hogy melyik az a terület, mert én is ezt kérdeztem. Itt egyszerű, a sportpálya el van kerítve, magas kerítése van, és a sraffozott területre kívánnának építeni. A megközelítése, itt nem látszik a lakóház udvar mellett, van itt egy kiépített szabályos körforgalmi út, és arról közelítenék meg ezt a telekrészt. Ezt akartam kérdezni, hogy hol közelítik? Persze, van egy kiépített körforgalomot. Köves út, amire rá tudnak csatlakozni. Jó, tehát én ezt is megkérdeztem. További kérdések? Sportkörrel egyeztettünk? Hát miért kéne a sportkörrel egyeztetni, mikor a sporttelep ettől elhatárolódik? Keresztül tudják húzni az egészet azzal, hogy azt mondják, hogy nem adom a területemet semmilyen sportzat. Tehát nem a sportköré a terület, és nem az önkormányzati. Saját telkükön belül szeretnének építeni. Csak megakadályoz az, hogy tartalék sportterület. Én úgy gondolom, hogy sportpályával bővelkedünk, ezen is csak legfeljebb ilyen nyári mezitlábas foci folyik, vagy néha folyik edzés, folyik ezen, Péter? Edzés folyik, igen. Jó, akkor annyi, hogy az elkövetkezendő 10 évben, vagy 20 évben van szükségünk még külön sportpálya, focipályára? Mint fociozé? Meg még van a másik a műanyagpályánk is, tehát gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy kisajátítás céljából, vagy ilyesmi, nem valószínű, hogy szükségünk van erre a területre. További vélemény nincs, akkor kérdezem, felteltem szavazásra? Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja, hogy ilyen vonatkozásban is kérjük meg e-terület felhasználása érdekében a területrendezési tervi módosítását. Köszönöm, egyhangulag támogatta az önkormányzat. Következő egyebekben ez már egy sokkal kényesebb kérdés, és sokkal inkább a költségvetést érinti, de viszont van egy másik oldala is. A pécsváradi ügyeletet ellátó orvosok kérelmezték azt, hogy az ügyeleti díjaik azok nagyon messze lemaradva más ügyeletektől, elmaradva méltánytalanul alacsonyak, és hogy ezt emeljük. Ők 30%-ot kértek, 30% ügyeleti díjemelést. Hogyha ezt az ügyeleti díjemelést így elfogadja az önkormányzat, akkor még mindig az utolsók, az hasonló nagyságrendű ügyeletek óradíjait illetően, mert hiszen itt ebben a nagy táblázatban, ha látják alul, itt benne van, hogy Pécsváradon az orvosok bruttó óradíja hogyan alakul. Azt kell tudni, hogy ezek így magasnak tűnnek, de ezeket számlaadás ellenében adják a vállalkozók, és mindenki tudja, hogy eznek egy bizonyos hányada, mégpedig elég nagy hányada adó és járulék. Megköltség. Tessék? Megköltség. Így van. Ez összesen azt jelenti, hogy Pécsváradi hétvégi ügyelete eddig 1200 forintos bruttó órabért fizetett, a hétközi ügyeletben 1000 forintot. És itt láthatók a seje, ahol egy ennél lényegesen kisebb lélekszámú ügyelet, 7000 lelkes ügyelet esetében 2000 forint. Ugyanígy Sásd esetében, ahol 10000, tehát még mindig kisebb, mint amilyen szintén 2000, Szentlőrinc 2400 és Szigetvár 2000 forintot fizet bruttó óra díjat. Ebből látszik, hogy a pécsváradi az méltánytalanul alacsony. Én úgy gondolom, hogy ha nem akarjuk azt, és most bocsánat, hogy én már itt ebben a vonatkozásban nem tudok orvosként gondolkodni, van ennek egy másik oldala is, számos önkormányzat pert indított, és az uniós direktívák szerint jogosultak arra az ügyeleti díjra, amit hogyha kiszámolunk, mondjuk a közszolgálati béreik alapján és a különböző járulékaik alapján, amik már nem
fogadható el az az érvelés az uniós direktívák szerint, hogy ez rendelkezésre állási díj legyen, mert az ügyeleten eltöltött minden idő, még ha nem munkával telik el, tehát nem lehet úgy számolni, hogy elláttak 30 beteget, és közben malmoztak, mit tudom én, 20 órát a 48 órából, hanem minden egyes eltöltött óra az munkaidőnek tekinthető. Ezt az uniós direktívák szerint elfogadták, és ennek alapján valamennyi orvosok által indított ügyeleti perben kötelezték az önkormányzatokat ennek a díjnak a megfizetésére. Ezt most csak azért mondtam el, mert ez minél nagyobb a hézag, olyan értelembe véve, hogy az e közötti a ténylegesen kifizetése, törvények alapján kifizetése kerülő, vagy kerülhető díjak és a ténylegesek közötti különbség annál nagyobb a kártérítés összege. Most ezt nem azért mondtam el, hanem csak tájékoztattam ezzel a Pécsett képviselőtestet, hogy erről is szó van. Van ennek egy másik, még kényesebb oldala, a meggyőződésem, hogy azért Pécsett képviselőtestete megbecsüli az orvosait és a lehetőségeihez mérten ez bizonyára meg is fogja adni és meg is szavazni ezt a 30%-ot. De ez az ügyelet, ez egy térségi, kistérségi ügyelet. És hát ennek van egy másik oldala, hogy a partnerek elfogadják-e. Ismertes, hogy 2 évvel ezelőtt szintén közel 30%-os emelést hajtottunk végre, amivel még mindig itt állunk, akkor hatalmas vihart kavart ez, és nem voltak hajlandók a partnerekhez csatlakozni. De akkor jött egy egyszerű dolog, ami a segítségünkre sületett, és meggyőződésem az, hogy most is ez fog segíteni. Minden érvelésünk ellenére, amit latba vetettünk a kistérségi ülésén, azt mondták, hogy ennek nincs meg a fedezete, és nem fizetnek. 2 lehetséges megoldás van erre. A Pécsett ott bízta meg a kistérség azzal, hogy ennek az ügyeletnek a gesztora legyen, vagyis ő szervezze. Ezért önmagába véve Pécsett jogosult arra, hogy ezt a díjat megemelje. Az más dolog, hogy azt tették erre az önkormányzatok, hogy általában nem fizettek, és hatalmas adósságuk halmazódott föl. Például ugye Erdős Mecske esetében volt az, hogy közel 1,5 millió, vagy nem is tudom, de nagyon ilyen. Hát nem volt egyértelmű, de a lényeg, hogy nem igen fizettek, most bocsánat, nem akarom ezeket részletezni, de a lényeg az, hogy elmaradtak, és szándékosan nem fizették be ezeket az ügyeleti díjakat. Most viszont 2 éve, vagy 1 éve, amikor életbe lépett az ilyen társulási megállapodásokkal kapcsolatos anyagi bevételeknek a más jellegű rendezése, vagyis az inkasszó az önkormányzatok esetében. Ezzel tulajdonképpen behajtható lesz talán majd ez a díj. Mert mit jelent Pécsett esetében? Pécsett esetében ez 1,5 millió forintot jelent, a 30%-ig 1 400 000 forint költségnövekedést, és körülbelül még ennek a 2/3-át az összes többi fél számára. Ez összesen, ha jól számolom így, hogyha meg kell, 2,8 jön még hozzá, tehát akkor ez 4 318 000 forint a teljes ügyeleti költségekre vetítve. Én úgy gondolom, hogy ha mással nem, de az inkasszóval el fogjuk érni, mert hogy ez megint kivágja a biztosítékot a kistérségbe, ez biztos. És ezért javaslom röviden összefoglalva a képviselőtestetnek, hogy ezt a 30%-os emelést fogadják el, és ezzel is csak az utolsó helyen kulló Pécsvárad az ügyeleti finanszírozásban. Nálunk kisebb települések, Sásd, Seje, ezt jobban méltányolják, így, ha jól emlékszem, akkor ilyen 1350 forinttal, vagy valahogy így emelkedik az ügyeleti díjat. Ki lehet számolni 30%-kal, 360 forinttal körülbelül, tehát akkor 1500 forint lesz a 2000-hez képest. 1560. Jó a bruttó óradíj. Ki az, aki hozzá kíván ehhez szólni? Először a nem szakértő. Igen, nem szakértő. Csak egy kérdés, tehát, hogy akkor, ha jól értem, hogyha többi település ezt nem szavazza meg, mi akkor is megemelhetjük. Tehát igen.
És akkor élünk is ezzel az inkasszó lehetőséggel. Igen, amennyiben önkéntesen nem hajlandó, két lehetőség van, vagy kilépnek az ügyeleti rendszerből, az nekünk is nagyon rossz lenne, mert akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyobb teher esik az orvosokra. Legjobban úgy szeretnék, elmondom, hogy azért az ember 30 évi munka után elfárad egy kicsit, és nem szívesen ügyel, még akkor is, hogyha látszólag egy hétvégi ügyelet alatt ez egy heti munkaidőnek felel meg, és egy heti terhelésnek, és hétfőn újra be kell állnia. Szóval higgyétek el, hogy az ügyeleti kötelezettség az egy komoly lelki és pszichés terhelés. Ezt nem szívesen vállalják már idősebb korban, ezért például az orvosok egyáltalán nem sértődnének meg, ha ez nem lenne. Természetesen ezt meg úgy érzem, hogy tisztességtelen dolog lenne a lakossággal. Mert ugye hova tudnának menni? Pécsre, vagy Komlóra, vagy Mohácsra a nagy ügyeletekhez, és ezt senki nem kívánná. De mi se. Viszont az a jogos elvárás, ha már így van, egyáltalán helyetteseket se találnak maguk helyett ezért a pénzért, hanem a saját pénzükből kell kiegészíteni az, hogy a helyettest akarnak. Tehát aki őket az ügyeletben helyettesítheti. Na most ez már viszont nonsens, mert akkor tulajdonképpen részben ő finanszírozza az ügyeletet. Tehát remélem ezt nem akarjuk, vagy nem akarjuk ennek kitenni őket. Ha kilép valaki az ügyeletből, emiatt például, mert megteheti, akkor ennél nagyobb terhet kell vállalnia, nyilvánvalóan ahova betársul. Tehát ha például a hidasiak elmennének Bonyhádra, akkor egész biztos, hogy ott is ki kéne fizetni ezt a különbözetet, úgyhogy sok mozgást terük nincs meggyőződésem szerint, és az inkasszó pedig lehetőséget nyújt arra, hogy itt Pécsvárad idézőjelbe téve ebbe diktálhasson. De hangsúlyozom, hogy abszolút nem tisztességtelenül és nem törvénytelenül. És ha jól látom, a gazdasági bizottság által javasolt 20%-os emelés, az kb. 1 millió forint többlet kiadást jelent a városnak, a 30%-os, az 1 millió 4-et, igen. Jó, köszönöm. Én a 30%-ot javasolnám, mert nem ismertük akkor, amikor tulajdonképpen a 20%-ra gondoltuk. Amögött is nem az a szándék volt, hogy ez sok, hanem az a szándék, hogy ezt le kell tolni tulajdonképpen a társaknak a tortán, hogy ezt elfogadják. De azóta a jegyző úr, hál' Istennek, fölvilágosított erről az inkasszóról, amit én tudtam ugyan más esetben, hogy működik, de ezt nem igazán mérlegeltem akkor, hogy lehetünk ebben keményebbek, mert nekem ezt majd elő kell terjeszteni természetesen a kistérségi ülésen, ahol hát a választottak. Igen, ez világos, ez egy oldali lép, de ezt mi fölvállaljuk. Na, akkor fölvállalom én, hogy ezt én ott elmondom, és hogyha lehet, akkor még majd akkor mondom el, amikor akarnak valaki. Igen, még ezt is megpróbálom, hogy számukra ez az egyetlen lehetséges jó lépés. És örüljenek, hogy nem 50%. Pécsvárad gesztorságát kihatároztam. Annak idején, amikor szerveztük az ügyeletet, nem, társulási megállapodás volt, és akkor megszavazták az önkormányzatok, igen. Hát tekintette, hogy evidens volt, hogy itt lesz a központ, mi adjuk az infrastruktúrát, a gépkocsit, minden egyebet. Jó, akkor kérdezem a képviselőtest. Ja, Lia, bocsáss meg. Szeretném leszögezni, hogy mi azt szeretnénk, ha ez az ügyelet megmaradna, és a mi betegeinket mi tudnánk ellátni. Azt is szeretnénk, hogyha nem lennénk diszkriminálva ilyen mértékben, ahogy most az ügyeleti díjazásban, hiszen azért ez méltánytalan, hogy ennyire le vagyunk maradva. Ha jól nézem, a 2008-as emeléssel is a minimumhoz képest 60, illetve 50%-os beálláson vagyunk a hétvégi hétközivel együtt, és így a 30%-os emeléssel is csak 78 és 65%-os beállás lesz. Tehát szeretnénk legalább a minimumot kérni. Én azt gondolom, hogy mi sem érünk kevesebbet, mint a többiek, tehát ennyit mindenképpen úgy gondolom, hogy ennyi év után és ennyi év tolerancia után, ami azt jelenti, hogy azzal érveltek, hogy a külközséget nem fizetik meg, és mi ezt elfogadtuk. Valahol én azt gondolom, hogy ez a tűrés határ, és ezt elértük. Hozzá szeretném tenni, hogy ezek az ügyeleti órák tényleg nagyon nehezek, mert az egész heti plusz munka után történik. Én írtam a képviselőtársaimnak egy tájékoztatót, egy részletes tájékoztatót, ahol a hétközi ügyelet a szombat reggeltől a hétfő délig tartó rendeléssel együtt, meg még betegellátással együtt, az
körülbelül 53 óra, a hétközi pedig 29 órát jelent, folyamatos munkavégzést. Tehát, és azért ez nem egyszer van egy hónapban, hanem többször is előfordul. Hadd nevezzünk ennek a munkaügyi vonatkozásairól. Ezek bruttó összegek, körülbelül 50-53%-a elmegy adóval, és nem kapunk ezért szabadnapot, a nyugdíjba nem számít bele, tehát tulajdonképpen... Még, reméljük. Eddig nem számít bele, tehát úgy gondolom, hogy amúgy is egy csomó diszkrimináció ér bennünket, más társadalmi rétegekhez viszonyítva, tehát én ezt úgy érzem, és a többiekkel egyeztetve, hogy ez egy tiszteleteljes kérés, hogy teljesülhessen. És azt gondolom, hogy ez volt az az összetételű testület, aki 2008-ban nem kevésbé Bíró Feri felismerésére és javaslatára megtette az első lépést, és azt gondolom, hogy köszönettel tartozunk. Köszönöm. További kérdés, vélemény? Kérdezem, a képviselőtestetet elfogadja-e a 30%-os ügyeleti díjemelést? Ki az, aki támogatja ezt? Köszönöm szépen egyhangulag. A kistérség felé akkor én ezt képviselni fogom. Jó? A hálásfeladatom ez nekem ez. Én akkor úgy gondolom, hogy ezzel az egyebeknek egy részét kivégeztük. Még van egy kis, igen, föl vannak írva a kérdések. Az egyik a Lila ABC kérdése volt, amit Tóth Györgyi tett föl. A következő tájékoztatást kaptam a ZÁFÉSZ-től, miután ez felvetődött, ez már több mint másfél vagy két hónapja, amikor beszüntették az árusítást, hogy akkor jutott a fülembe az, hogy a pécsváradi KOP, ugye, már nem ÁFÉSZ, hanem KOP, a KFT értékesíteni kívánja a bérleti jogát a különböző boltjainak, zömében élelmiszer boltjainak. Nos, én akkor fölhívtam és megkérdeztem az ügyvezetőjüket, hogy hát ezt most el akarják adni, vagy bérbe akarják adni, vagy mi történik, hogyan lesz az ellátás. És akkor a következő tájékoztatást adta, valamennyi, tehát a nagy ABC áruházat és ezt a sarki áruházat, amelyik itt van a Pentagon sarkán, ezek kivételével mindegyiket bérbe kívánják adni. És így a Lila ABC-t is, ez volt a válasz, sőt azt mondta, hogy már tárgyaltak vállalkozással ez ügyben, akikkel előre haladott tárgyalások vannak, ezt másfél hónappal ezelőtt mondta, azt, hogy ők működtetik tovább ezt, ugyanilyen profillal, mint üzlet. Most ehhez képest azóta erről tájékoztatás nem volt, úgy tudom, hogy a hegyi boltot is, tehát a volt vadászkocsma mellett bezárták, ez különösen fájdalmas azoknak a lakóknak és időseknek, akik oda jártak. Én itt felhívtam a figyelmet arra, hogy azért némi ellátási kötelezettségük azért lenne, mert valamiért ezért létesültek ezek az üzletek, ezt megerősítette, hogy igen, ezt tudják, és ezért bérlemény beadják és hasonló profillal. Ez volt az utolsó tájékoztatás erre vonatkozóan, amit elmondtak, illetve egyetlen egy volt esetében, ahol kiderült, amiről én nem tudtam, hogy az a mi tulajdonunk maga az épület, ez a Leány Kollégium, vagy tiszti kaszinó volt régen, vagy rendőr kaszinó, nem tudom pontosan. Storkféle kocsma. Jó, akkor Storkféle kocsma is volt, te még régebbi dolgát tudod. A lévő bolt, vegyesbolt, az gyakorlatilag a mi tulajdonunk, mint üzlet, és azt kérte tőlem az ügyvezető, hogy ezt változatlan formában annak idején, ezt ők egybe kapták bérletbe a Pécsváradi önkormányzatától, de a bérleti szerzésnek volt egy olyan kitétele, hogy tovább nem adhatják a bérleményt, és ezért kérelmezte azt, hogy ez lehessen, hogy ők továbbra is bérbe adják. Nos, én nem nagyon akartam újat húzni azért sem vele, mert ők lehetővé tették azért a mi iskola pályázatunkat azzal, hogy rugalmasan belementek, hogy az engő melletti épületeket el tudtuk cserélni, és ott létrejöhet majd egy szervízút.
tehát igazából véve gesztust tettek felénk. Én úgy gondoltam, hogy nem fogunk mi ebbe olyan módon beleszólni, hogy ezt erre a célra használhassa tovább, vagyis a bérleményt nem veszük vissza, hanem továbbra is bolt céljaira működtetjük. Egyetlen egy kérés volt, amivel a gazdasági bizottságot is megkerestem, hogy közvetlenül mi adjuk bérbe. Ugyanis a bérleti díja tényleges, az üzlet bérleti díjába benne van az ő részükről az ott lévő összes berendezés is. A hűtőktől kezdve minden. Mi csak az épület résszel rendelkezünk, annak volt egy bérleti díja az áfész felé, most majd közvetlenül a bérlővel mi kötünk az épületre vonatkozóan szerződés, és az egészre pedig ők. Ennyi volt az egész, és egy fajta bérleti díj módosítást kértem, mert ez gyakorlatilag annyi, hogy egy körülbelül 20%-kal megemelnénk ennek a bérleti díját az lendi új tulajdonos felé, de ez még akkor is egy méltányos, kifizethető összeg. Ennél lényegesen többet kérnek majd az áfész a berendezésére és a bolt működtetésére. Jó, ennyit tudok erről a parancsolnia. Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy ma beszéltem Csukai elnök úrral, mert hozzám is érkezett megjegyzés és kérdés és kérés, hogy tegyük, vagy segítsük azt a folyamatot, hogy az új telepen lakók, a Gesztényesi utcai ABC-vel kapcsolatosan, hogy az új telepen lakók hát legyenek részben tájékoztatva, illetve valami fajta megoldás legyen. Az elnök úr annyit mondott, hogy a nagy ABC és a Pentagon házas ABC marad meg. Igen, az összes többi már nem lesz az ő tulajdonosban. Felvetődött, hogy aki most bérli a presszót fönn a Gesztényes utcában, az esetleg forgalmazna alapvető élelmiszereket, és esetleg ilyen szempontból lenne egyfajta megoldás. Illetőleg megfontolandó az, hogy ugye ugyanez a helyzet a hegyen is, hogy esetleg kijelölni egy vagy két olyan napot bevásárlásra, amikor esetleg egy kis busz lehozná azokat, akár térítési díj jelenében is, akik nehezebben mozognak, mert itt alapvetően az idősebb korosztály az, akinek nehezebb a mobilizálása vagy a mozgása. És azért ilyen nem kevés van. Tehát kijelölni egy órát. Igen, hát ez fölmerült több szempontból, ez a hegyi járat kérdése. Többen felvetették, hogy bizonyos napokon le kéne hozni bevásárlásra. Én úgy gondolom, hogy ezt akkor teheti meg az önkormányzat, ha előtte gazdasági számításokat végez, hogy mibe kerül ez neki. Illetve mit lehet ebből tulajdonképpen azokra hárítani majd. Én akkor lennék nyugodt, hogyha az a bolt tovább működhetne. Ugye a kocsmák virágzanak, de az élelmiszerboltok nem hoznak igazán nyerességet. Meggyőződésem az, hogyha egy jó vállalkozó van, amelyik helyesen méri föl az igényeket, ügyes üzletpolitikát folytat, és nem ütik agyon a bérleti díjakkal, mert ugye ilyenkor mindig a legnagyobb problémát az okozza, hogy a bérbeadók azok akár a tényleges bevételeket is figyelembe véve sokkal többért adják, ez a lényeg, mint amennyit ki lehet termelni abból az üzletből. Úgy gondolom, hogy megoldható lehet ez, és annak a boltnak ott kéne maradni, de ennek ellenére fogunk ilyen gazdaságossági számítást végezni, hogy mibe kerülne nekünk ennek a járatnak a bevezetése. Parancsolj. Én nagyon sajnálatosnak tartom, mert én hozzám októberben érkezett az első ilyen panasz, tehát ezekről az üzletekről. És én azt reméltem, hogy ez karácsony felé azért már megoldódni látszik. És azt egy lehetetlen dolognak találom, hogy mondjuk a hegyen lakó, tehát nagyon nagy szétszórtságban élők, vagy az új telepen élő emberek, tehát azt mondták el, hogy nem tudnak kenyeret venni. Igen. Na most, szóval úgy gondolom, hogy szóval erre ezekben a hónapokban már jó lett volna megoldást találni, és hogyha ez olyan nagy hát gazdaságossági probléma, szóval akkor a szegény önkormányzat állítson be járatokat. Szóval én nem tudom elképzelni, hogy egy lakóterületen ne lehessen kenyeret kapni, meg tejet. Nem egészen hivatos az információ, most mondom, de az Engelmárkben a most mindig egy pékség, amely kizárólag viszont házhoz szágtott kenyeret fog foglalkozni. És majd valakinek és lesz, hogy a érni. Ez akkor nagyon jó lesz esetben Pécsvárad neki ilyen felelő
piacnak, hiszen ezek önmagában kevés. Bevásárlás az egy több rétű dolog, nem csak hát igen, nem csak igen. Több helyen lehet látni kisebb falvakban, hogy a bolt és a kocsma az egy épület, két külön helység. A kocsma nyitva van, és hogyha szombat este 8 órakor valakinek elfogyott az élesztője, vagy a lisztje, vagy a alapélelmiszer, akkor a kocsmára sárt, hogy a másik helységbe, és odaadja neki, hogy kiszolgálja. De így van, ez a helyi kocsmánál ez is ugyanaz. Igen, hogy a hegyi bolt. Ugyanúgy kivitelezhető lenne, csak egy megfelelő vállalkozás találni. Nem tudom, hogy milyen széles körbe hirdették ezt meg, mert ebbe esetleg tudunk segíteni. Ugyan a Liválbécén is egy épületben van a presszó és a bolt, tehát az ebből műszakilag nem megoldható, mert akkor az üzlet is kicsi a presszó hozzá, tehát az átugrok egy kenyérére. Elég sajnálatos ez, hogy itt bekövetkezik egy cégen belül az, ami gyakorlatilag az egész országban zajlik, a koncentrálódása a különböző eladóhelyek, kereskedelmi egységeknek. Ez most, ha úgy tetszik, itt Pécsváradon így zajlik. Ennél többet nem tudok mondani, mi igyekszünk, amennyit lehet ráhatni. Az ígéret az az, hogy ezek valamennyien működni fog. Nem az a céljuk, hogy eladják, vagy más célra értékesítsék, üzletként kívánják tovább működtetni. Jó, csak bérlőkkel. Bocsánat, eddig gondolkodtam, hogy feltérjük, de most én azt hallottad a kezek szerint, ez nem igaz, hogy már el is adták esetleg a Lila WC-t. Nem. Nem. Ilyen szóbeszéd van. Ilyen van. Szóbeszéd van. Rengeteg szóbeszéd van. Csak kérdezem, hogy... Hát Lia, te most kérdezted meg, nem? A Lia most kérdezte meg, hát... Nem, a Lia Lila WC-t azt bérbe akarják adni. Én úgy értettem, hogy el akarják adni. Tehát nem mondta ki ezt így konkrétan, de hogy ez a kettő marad meg. Jó, hát én azt tudom ígérni, hogy holnap reggel megkérdezem, jó? Tehát ennyi hivatalosan, mert az utolsó tájékoztatás szerint ezt bérbe kívánják adni. Jó, ennyi. Jó, köszönöm szépen. Akkor még egy kérdés volt. Valamelyik napon. Ja, igen. Jó. Tisztelt képviselőtársaim, most elvben karácsony előtt tulajdonképpen nem lenne több ülésünk, de mint mondtam, egy rendkívüli ülésünk azért még lesz. De nyilvánvalóan még mielőtt elmondanám azt, hogy mindenkinek nagyon boldog és szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk. Szeretnék még egyetlen egy kérdést elővezetni, amelyik hát kicsit személyesen érint, tehát kénytelen vagyok az ülés bezárása előtt megtenni. Ez annyi, hogy a kisebbik fiam, aki most 14 éves, szeretném, hogyha az Arany János programba bekerülhetne a Lővei gimnáziumba, ennek pedig feltétele az, hogy az önkormányzat ebben támogassa ebbe a programba való bekerülését. Ennek két oldala van, az egyik az egy pénzügyi támogatás, amit természetesen nem kérünk. Elvben csak annyi, hogy ide felvételizhessen is, hogy ebbe az önkormányzat támogatja, mert ez így működik. Azt kérdezem, hogy van-e valakinek ennek kapcsán kérdése, vagy ellenvetése? Mi ez a program? Erről egy három mondatot hallom. Az Arany János program, ez egy olyan program, amelyik 5 éves, de úgyis utána gimnáziumi érettségit ad, tehát van egy rövid felkészítő 1 év, amelyik részben megerősítik az addig szerzett tudását, és ez kollégiumi elhelyezéssel jár. Számos egyéb olyan paramétere van még, amiknek ugye egyébként megfelel, és minden más olyan támogatása megvan az iskola részéről is, ami kell. Ez külön egyéb más juttatásokkal nem jár. Egyszerűen ez egy ilyen kísérleti oktatási felzárkóztató program, hogyha úgy tetszik. Ebben szeretném a részt venni, és úgy, hogy ő már ilyen vonatkozásban pécsvádi lakos, azért fordulok a pécsvádi önkormányzathoz. Tehát a másik szülővel megegyezve nálam lesz most a gyermek elhelyezve. Magyarán akkor effektív anyagi kötelezettség. Kötelezettség nincs annyi, hogy önkormányzati hozzájárulás kell hozzá. Elvi, nem tudom. Tessék? Nem csak anyagi, hanem tehát olyan sincs, hogy foglalkoztat a semmit. Nem, semmi. Elvi támogatás, igen, ennyi. Milyen támogatás? Volt ilyen már több is. Volt ilyen több is.
hadd tudja az ember, hogy most mire. De jó, természetesen. Az mindig is kell. Ez a szabály. Ez a szabály. Ide úgy lehet bekerülni ennyi. Ilyen ösztön. Ez így van kitalálva. Ez kb. Olyan, mint hogy egy vállalkozóként beadok egy pályázatot, akkor el kell menned bizonyos kisebbségi szervezetekhez például. Így van például. Bocsánat, van, és talán nem rossz a hasonlat. Abszolút alapokban akartam mondani. Így van. Nyilván azért is, mert elviekben az önkormányzatnak is egy havi fix összeggel kellene hozzájárulni, de mivel ez most... Ez nincs, téma, lehetséges ezért... ennélkül is, ezt majd én fogom mutatni az iskolának, nyilvánvaló a saját forrásaimból. Így világosan. Na. De ezt elmondtam, hogy nem jelent anyagi terv. De mégsem volt világos, igen. Kérdem, ki az, aki ezt támogatja? Köszönöm szépen. Na akkor most tulajdonképpen elérkeztünk ülésünk végéhez, és akkor tudván ugyan, hogy csütörtökön lesz még egy rendkívüli ülésünk, mint ahogy már elmondtam, a tárgykörben, ami a pályázat közbeszerzéséhez kapcsolódik. Az időpontja az kinek mi felelne meg? 16 óra az megfelelő csütörtökön? Késő? 17 órakor a zeneiskolai. Ez formális döntés lesz, de szükséges, tehát a formális döntéseinkkel is tudom, hogy néha fél órát el szoktunk tölteni, de ez most tényleg olyan, hogy ebben nincsen semmi. Tehát akkor találkozz fél ötkor, és akkor onnan meg átmegyünk a zeneiskolás. Jó, jó a fél öt akkor mindenkinek, 16 óra 30-kor akkor a rendkívüli ülés, jó? És akkor most mondanám a... Hát lehet itt is természetesen, akkor legyen itt, jó? Fél ötkor, akkor itt lesz a rendkívüli ülés, és ez az egy tárgyköre lesz. Akkor kérdezem, helyesebben most már nem kérdezek semmit, hanem szeretném lezárni az ülést, és egyben nagyon boldog és békés karácsony ünnepet kívánni mindenkinek, aki itt jelen van, és természetesen minden pécsváradinak, akik gyermekeknek, szülőknek, mindenkinek töltsék boldogan a karácsonyt szeretetteljesen az idén is. És búcsúzunk már az önkormányzat nevében. Ebben az évben nem találkozunk, következő évben pedig már a polgármesteri hivatal helységéből, a polgármesteri irodából lesznek az üléseink új helyszínen. És köszönjük a TAR Kft.-nek azt a felajánlását, aki ezt ingyen megteremtette ennek a feltételeit, tehát nem került a városnak külön pénzébe, hogy onnan lehessen a közvetítés. Köszönöm szépen a figyelmüket, és befejezem. Kedves televízió nézők, engedjék meg, hogy én is a Városi Tévé nevében búcsúzzam önöktől. Ismételten szeretném felhívni a figyelmüket, hogy legközelebb ezen a héten csütörtökön és pénteken jelentkezünk adással a Zeneiskola karácsonyi hangversenyéről, és amint azt már polgármester úr is említette, következő közvetítést már az önkormányzati hivatalból, illetve a polgármesteri irodából láthatják. És engedjék meg egyben, hogy megköszönjem ezt a 3 évet itt a Művelődési Háznak, hiszen 3 éve vannak televíziós közvetítések, és köszönöm a Művelődési Ház dolgozóinak azt, hogy ez alatt a 3 év alatt segítették a munkánkat. Viszontlátásra, jó éjszakát kívánok!